De még hát, hát, de ez ugye egy... ez mindenkinek megadatik a születésnap, tehát nem ezért szeretnénk köszönteni, és nem ezért lenne ez a mai este egy ünnepi este, hanem azért, mert Veres Attila ebben az évben ünnepli művészi jubileumának az 50. évfordulóját. Ebből az alkalommal szeretnénk a fotóművészt is egy ajándékkal köszönteni. Éjjel az 50! Fogja szeretettel köszöntök mindenkit, ismerős, ismeretlen, majd a beszélgetésből kiderül, hogy ki vagyok, mi vagyok. De mindjárt hadd mondjak el a november 7-ére mindjárt jó sztorit a születésnapommal. Fiam az ünnepnapra való tekintettel elment tortát vásárolni nekem. Hát én nem tudtam róla persze, és bement a cukrászdába, megrendelte a tortát, és akkor a hölgy megkérdezte, hogy valami felirat, vagy valami nem kell. És akkor azt mondja, de igen, azt mondja, és fogta a ceruzát, meg a papírt, és akkor azt mondja, tessék mondani, azt mondja, éjjel november 7. Azt mondja, a fiam itt nézte, bement, és néztek össze, és néztek kifele. Ez valami régi kocsi, biztos. Koronnál fogom. Én is köszöntök mindenkit, és akkor most ez a régi komcsit majd jól kikérdezzük. Bocsánat, telefonokat kapcsolják már ki. Már most is bepittyeget nekem. Ahogy így végignézem, én azt hiszem, hogy a legtöbben ilyen visszatérő vendégek, hiszen... Hát hiszen szinte ugyanazok jönnek. Újra és újra, meg hát kollégák, akiknek a beszélgetésén azért Attila mindig itt volt, kivétel nélkül, igen, ugye? Kivétel nélkül. Tehát olyan nagyon nem kell bemutatni, és hát persze a munkádat is. Nem tudom, hogy miért tegezzük egymást, de tegezzük egymást. Tehát hát régóta tegezzük egymást, úgy, hogy elnézést, hogyha... Én nem akartam én évszámokkal kezdeni, de hát most már muszáj évszámokkal kezdeni. Igen, igen, igen. De ha megbocsátasz, én állítottam össze egy ilyen kronológiai dolgot. Hogy el ne felejtsük. Amit, nem az, hogy el ne felejtsem, hanem én ezt előre szeretném elmondani, jó? És akkor ennek alapján tudsz kérdezni is. Tehát olyan dolgokat, amit úgy érzek, most itt a családi dolog, az mondjuk az egy másik kérdés, azt majd elbeszéljük. Csak hogy az én egész pályám hogy kezdődött. Ennek vannak dátumai. Meg hogy ezen a pályán belül, a színházi pályán, belülről kifele is csináltam egyet más dolgokat, mivel hogy én nekem az eredeti szakmám díszítő festő és freskót tanultam. Most ebből kifolyólag voltak ilyen kalandozások, tehát én Szegeden kezdtem a pályát. Ó, Attila, bocsáss meg, nem akarok én ragaszkodni a kérdéseimhez, de... Ja, jó, akkor de... maradjunk a már. Jó. De hát azért én villányban kezdeném a történetet. Ja, azért mondom, én nem Szegeden, hanem villányban kezdeném a történetet. Azért mondtam, hogy... Tehát a családi dologról beszéljünk, ettől függetlenül. Jó, akkor kezdjük a villányba. Mert hogy mi már ugye lent köszöntöttük Attilát, és hát villányi borral köszöntöttük Attilát természetesen. És hát az első kérdés nyilván a villányi boron túl, hogy hát hogy kerül villányból ide egy ember, de még mielőtt ide eljutnánk. Igen, mert az hosszú idő. Ez egy hosszú idő, hogy villányba hol lát az ember színházat? Sehol. Viszont nem is színházban, hanem díszítő festőnek indultál, de erre majd... láttál-e példákat otthon? Nem. Tehát hogy választ az ember pályát villányba? Ez nagyon nehéz volt, mert az édesapám teljesen, tehát a családból édesanyám, édesapám, mindenketten nagyon jó rajzolók voltak, tehát jó rajzosok voltak. Tehát láttam apámnak a vázlattömbjeit még úgy diákkorából. De ő egyébként pénzügyi ember volt a helyi banknak, tehát a Pécsi Takarékpénztárnak volt az igazgatója, tehát a Villányi fióknak az igazgatója, 924-be került oda ki, és ez egy sváb község, tehát ex-sváb község, horvátok, szerbek laknak még ezen felül. De most már teljesen megváltozott a népessége, mert ugye az egyes változások után. És tulajdonképpen, amit én itt már nagyon sokszor az ismerősöknek, Bélának, meg a többieknek is mondtam, hogy én nekem semmiféle affinitásom a színház felé egészen 22 éves, 23 éves koromig nem volt. Jártam színházba, mert én a jezsuitákhoz jártam Pécsett gimnáziumba,
és emlékszem is pont az ember tragédiáját, meg a azt hiszem a, mit láttunk még, mondjad már, na most hirtelen, amikor még egy darabot láttam, én azon kívül, meg egyszer utána, hogy amikor államosították a jezsuitákat, akkor tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, büntetésben voltunk, mert a jogutód gimnáziumban minket, akik oda jártunk, a jezsuitákat nem vették fel, nem vettek fel, hanem Mohácsra kellett mennem, tehát Mohácson érettségiztem aztán végül. Hát ugye közben világban az általános, mert ugye én kezdtem első gimnáziumba, és akkor a harmadik gimnázium után lettem 8. általános. Akkor hozták be. Igen, és tulajdonképpen Bélával is itt volt egy ilyen keveredés, amikor itt erről beszél. És azt a 8. azt Villányba végeztem, és akkor Mohácsra jártam gimnáziumba, ott érettségiztem. Tehát amit kérdezted, hogy hogy kerültem színház közelbe, tehát igazából nem volt nekem úgy semmi különösebb vonzalmam, hanem inkább a művészet felé, tehát a képzőművészet felé. Volt Villányban egy festőművész tanár, akivel jó barátságba is kerültem. Nem mondhatom azt, hogy jártam vele dolgozni, mert olyan ilyen egyéni dolgaim voltak, hogy én magam rajzolgattam otthon, meg festegettem, de így pedagógus közelében addig nem voltam. Kivéve talán a Pius gimnáziumban, ahol volt egy idős paptanár, aki nagyon jó festő volt, és most a neve nem is ugrik be, őhozzá jártam szakkörre. Most, ha rád néz valaki, akkor biztos, hogy ez úgy a gimnáziumról mindjárt megkérdeznél. Ez egy fontos ez egy állomás családi, ez volt ez a 200 gimnázium. Éves, és ez egy jezsuita kereszt, mert ez egy kard. Ugye hát a jezsuitákat úgy is hívták, hogy Krisztus katonái, meg hát az inkvizitorok is ők voltak állítólag. De ez egy fontos állomás volt az életedben, hogy a jezsuitákhoz jártál. Fontos. Én, szóval, hogy mondjam, félreértik nagyon sokszor, amikor azt mondják, hogy egyházi iskola, meg mit tudom én. Lehet, hogy változott most már az a fajta, akkor ugye 40 évig azért más volt az agyakba a gondolkodás is, ugye az egyház felé, bizonyos embereknél, de nem mindenkinél, ugye? De a jezsuiták nagyon jó tanárok voltak, tehát az egy kimondott tanítórend volt. Én, és ő rájuk utána úgy emlékszem, hogy volt egy Domanowski nevezetű tanárom, aki... Nem, ez csak névrokon. Nem az Endre? Nem. Ő egy biológia tanár volt, paptanár, és hogy az 50-es évek közeli 54 vagy 55-ben, mert én nem voltam kollégista a főiskolán, és a kollégistákkal, akikkel barátkoztam, a Népstadion mellett volt egy ilyen kis kollégium, egy ilyen régi villába, és egy leányzóval ott ücsörögtünk a padon egy este, és egyszer leült mellénk valaki, és úgy nézelődtünk, és ő ott ült, olvasott valamit, így lámpa alatt voltunk, és egyszer odafordult hozzám az illető, és azt mondja, hogy elnézést kérek, nem Veres Attila vagy? És akkor négy civil volt az illető, és akkor néztem rá egy darabig, és akkor én mondom, Páter Domanowski, azt mondja, csak halkan mondja. És akkor végén kiderült, hogy ott dolgozik, ott volt egy a biológia, meg a térképészeti intézet, ez az akkor Horosilov út volt, most a Népstadion út, ott a Népstadiontól nem messze van. És akkor később így újságban olvastam, hogy a Tihanyi Halbiológiai Intézetnek volt a vezetője. Tehát, és nem lépett ki a rendből, tehát ők benne maradtak a rendbe, de hogy mondjam, civilbe átöltöztek. Tehát valahol hivatalosan azt tudatosították, hogy ők már nem jezsuiták. És ilyen, több ilyen tanárral találkoztam. De nagyon jó nevelés volt, nagyon jó felszereltségű gimnázium volt, amiből aztán később a pedagógiai főiskola lett Pécsett. De ez a jezsuita gyökerekkel, meg templom, mindjárt kapcsolatban lehet hozni, akkor inkább a díszítő festést, ugye? Tehát a templomok világa. Hát az mindig érdekelt, megmondom őszintén is. És azt, hogyha most itt kronológiaiak felsorolnám, én azt mondja, hogy... Szóval leérettségiztem. Leérettségiztem, utána iparművészet. Először, na most az, hogy az apám, ugye mind ilyen hivat, attól függetlenül, hogy ő jó rajzolt meg, 3000 kötetes könyvtárunk volt, ott voltak művészeti könyvek is, ott én sok mindent olvashattam, tanulhattam. Inkább a bátyám volt ilyen könyv, mi van igazi gyerekek voltunk, verekedtünk, mindent csináltunk. És
amikor az apám meghallotta, hogy én hova akarok menni, ugye én először képzőművészetére gondoltam, és akkor már ugye osztálytársak között is volt, tehát én nem voltam koedukált osztályban, hanem a lányosztályban volt egy kislány, aki jó rajzolt, jól ismerte, meg volt egy osztálytársam, a Szabó Gyula, és mi erről beszéltünk, hogy képni, és akkor egyszer jöttek ezek az ismertetők, és a képzőművészet, mi inkább ilyen gyakorlati emberek voltunk, és akkor iparművészeti. És akkor én ezzel otthon beállítottam, hogy iparművészeti. Nem voltam olyan túl eminens tanuló, de nem is voltam rossz tanuló, úgyhogy nem volt semmi gond azzal, hogy leérettségizek. És akkor az apám megkérdezte, hova akarsz te menni? És akkor ugye ezt a Villányi festőművész tanára, azt mondja, olyan akarsz lenni, mint a Virányi. Mondom neki, hát én olyan akarok lenni, de én, hát tudod, gyerekkorom óta hát rajzolok minden. Hát ezt úgy érzem, hogy nem kéne sútba dobni. A bátyám meg akkor már egyetemre járt Szegeden, ő történésznek tanult. És egy ilyen nyári vacsoránál merült fel otthon volt a bátyám is, és akkor azt mondta, hát téged érdekelt a művészettörténet, miért nem mész művészettörténetre? És akkor én beírtam azért, hogy művészettörténész. Úgyhogy először ott felvételiztem, és a rokonságban volt egy olyan ember, akit én pont elmentem, az unokatestvéremnek a férje, aki az orvos szakszervezetnek a főtitkára volt. És mikor elmentem, az első két nap, az három napos volt a Verespálni utcában a felvételi, és amikor az elbeszélgetésre került a sor, akkor ott egy hölgy megkérdezte, hogy én tulajdonképpen miért jöttem ide. Hát addig nem voltak rosszak az eredményeim, amiket írásban itt meg tudok csinálni. És akkor mondtam neki, hogy nagy kínomban nem tudtam mit mondani, hogy hát mégis én szeretnék dolgozni is, tehát festeni, állítólag ez a gyakorlatot meg tudnám szeretni, és akkor azt mondtam, hogy restaurátor szeretnék lenni. Azt mondja, hát akkor rossz helyre jött. Azt mondja, itt manuálisan semmit nem csinálunk, itt csak megy az elméleti tanulás, és ez idő alatt voltak a két osztálytársam is fent Pesten. A felvételin, de hát az iparművészetén akkor 3 hét volt a felvételi. És minden délután találkoztunk a városba, és akkor beszélgettünk, és akkor a harmadik nap azt mondták, hát mit hülyeskedsz, azt mondja, hogy annyian nem jöttek a felvételire, ugye ez 53-ban volt, hogy annyian nem jöttek a felvételire, hát azért gyere át, hát ha nincs valami is, hát mondom. És akkor este hazamentem ugye a rokonságba, és akkor mondom a rokonnak, mondom, Miska, nincs valami összekötetésed, hát ugye, magas rangon volt, hogy beszólnál, vagy valami megtudnád, de ilyen nagyon szerény ember volt, hát először tiltakozott, és akkor azt mondta, jó, megpróbálom, azt mondja, hova szóljak be, és akkor mondom neki, hogy az iparművészeti főiskolára, hogy van egy ilyen mód, hogy két nap ment csak le. És akkor szólt, és akkor K.S. Gyula volt az iparművészeti főigazgató, és fogadott a K.S. Elmentem hozzá másnap reggel, és akkor azt mondta, hogy nagyon nagyon elegánsabb volt, mint egy csokornyak gömbben, egy belső építész volt. És akkor kiszólt a titkárnőnek, hogy küldjenek fel egy harmadéves, aki ott felügyelte a felvételizőkre, és akkor kérdezte, hogy mi az ábra lent, hogy tényleg nem jöttek, és a titkárnő is behozta, hogy többen nem jöttek el a felvételizőkre. És tudom, kockológiára beültettek mindjárt, úgyhogy innen aztán már olyan értelemben sima volt, mindaddig még a Villányi pártitkár nem írt föl egy levelet, mikor megtudta, hogy ott vagyok, mert hát ugye az apám annak ellenére, hogy hát ő nem bankár volt, egy banknak volt egy takarék pénztárnak az igazgatója. És ugye akkor ki kellett tölteni, nem volt elég az önéletrajz, aki járt egyetemre, akkor ki kellett tölteni először egy ilyen kérdőívet, hogy édesapja szüleiről is, ugye édesapja foglalkozása 45 előtt, ugye, és akkor beírtam azt, hogy tisztviselő. De amikor a változás volt, tehát amikor ugye 45 után az apám lett, a bankból nemzeti bank lett. Továbbra is ő maradt az igazgatója, és beírtam, hogy tisztviselő akkor is. Tehát ő neki a rendszerváltás nem hozta azt, hogy kirúgták, mert ő bankár volt, de engem beidéztek, akkor DISZ volt, emlékeztek rá, és akkor a DISZ gyűlésen volt egy görög emigráns gyerek volt, egyébként nagyon ügyes, ötvös volt, ő volt a disztitkár, és előtte ő vele még ilyen első évesek voltunk, pár hónaposok, akkor ő vitt minket így múzeumlátogatásra, meg mint egy okos gyerek volt egyébként, és mindig arról beszélt, hogy a
mikor így együtt voltunk, hogy ő partizán volt, mikor görög polgárháború volt, és ő a menekültek között volt, de ő már 32 éves volt, és akkor volt harmadéves. És hát ő, aztán ő elé kerültem, és hogy én meghamisítottam az önéletrajzomat. Az én apám kapitalista, nem mit tudom. És akkor emlékeztek meg, akkor voltak olyan plakátok, hogy a bankár a nagy izében, meg a, nem tudom. És akkor még így oda dobott nekem egy ilyen plakátot, hogy én mit keresek itt, amikor itt a nép pénzén tanulok. És akkor hát ugye hát ebből ügy lett, felfüggesztettek, de akkor én ezt megfelelveztem, és akkor fölmentem a főigazgatóhoz, és akkor elmondtam neki, hogy hát ezt gondolják át, mert fölhívta ezt a srácot, és megmondta neki, hogy itt nem politizálunk ki. Meg tegyem hozzá, hogy akkor abban az időben tanult ott a főiskolán a Rákosinak a felesége, az a mongol nő, aki egyébként iparművész volt, tehát népi iparművész, keramikus, de egyébként gyönyörű dolgokat csinált, mert akkor ő porcelános volt, tehát a porcelán szakon volt. De a dísztagságot se tudtad elkerülni? Nem. Hát én voltam úttörő vezető, voltam minden. És egy kis, voltam cserkész is, kis cserkész, farkaskölyök, mit tudom. Én akkor a Pius bátot táborozni jártunk ugye minden nyáron. Minden főiskolás disztag, tehát egy tagja volt az. Én szerintem mindenki, igen. Hát ott ki nem maradhattak egyébként. Mondom, ezen felül más kellemetlenségem nem volt. És a jezsuita gyökerek, vagy a jezsuita iskola, ez nem... Nem erőltették az emberre, hát én sem vagyok bigott vallásos ennek ellenére. Én Isten hívő vagyok, de nem vagyok állandó templomba ülő. Csak ugye a felvételinél ez nem jelentett ez. Hát nekem az volt, hogy nagyon korán meghalt az édesanyám, és ez egy bizonyos fokig kényszerűség volt. 45. január 21-én meghalt az édesanyám. És mondjuk az apám is egy ilyen politikus véna volt, hogy mondjam, olyan minden lébe kanál volt. Nálunk a pedig édesanyám is, ő is jól beszélt németül. Na most ugye ez társadalmilag is egy megengedő dolog, az édesanyám dolgozott a kertbe, főzött minden, de volt idézőjelben teszem cselédlány, meg bejárónő. És de emellett az, hogy a környezetünk az sváb volt. És 40-ben az apámnak a bank vett egy nagyobb lakást. Tehát én nem ott születtem, tehát vett egy nagyobb lakást egy orvos, aki idősebb orvos család, akik kihaltak, végül is csak a néni élt, akit magunkhoz is vettek. A bank vett az apámnak egy 8 szobás lakást, a kertbe fürdőmedence volt, meg minden, tehát nagyon szép gyerekkorom volt, egész 45-ig. És valójában a gyerekek, amikor ebbe az utcába fölköltöztünk, ez az úgynevezett Hosszú utca volt, a Batthyány utca, szembe volt egy Kovács. És nem tudom, ti emlékeztek rá, amikor a Volksbund létezett, tehát a német érával kín volt a Viktória jel a koszorúval. Ez a Kovács, ez Volksbundista volt. Na most ott a nagymama egy büdös szót nem beszélt még magyarul, 1940-ben. És volt az öcsémmel, az 5 évvel fiatalabb, és az öcsémmel egy idős fiú volt abban a házban. Az elemi iskolában mi úgy jártunk, hogy az első két sorba ült, tehát egy ilyen falu, egy 3600 létszámú falu volt, tehát annó is, most is a bortól gazdag falu, ahol az intellektueleknek a gyerekei ültek elő, orvos, gyógyszerész, volt ügyvéd, tanító, borkereskedők, zsidó borkereskedők voltak, akik magyarul tanultak. És akkor úgy ment, hogy az első két sorban mi ültünk magyarul, mögöttünk 8 sorban ültek a sváb gyerekek, és németül ment az elemi oktatás. Na? És akkor utána pedig nekünk, akkor ők voltak csöndbe hátul, és ez így zajlott az elemi iskolai tanulás. Na most a sváb gyerekektől ránk is ragadt. Német szó, illetve a sváb, mert aztán ez kiderült, hogy nem is olyan egyszerű. És amikor oda fölkeltünk, addig nem voltunk olyan környezetben, mert az előző lakásunk, ahol volt abban az utcában, mellettünk volt a zsidó templom, alattunk egy nagy, úgynevezett hóstel, egy ilyen kertrész volt, ilyen átjáróval, ahol le lehetett jutni a fő utcára,
velünk szemben a Proks főjegyző lakott, akinek a fia úgy szintén a Piuszba járt, de akkor még mi nem voltunk abban a korban, mi akkor kisgyerekek voltunk. És ott nem volt ez a sváb környezet, tehát a gyerekekkel sem, de ott aztán ez beindult, mert a mellettünk lévő kocsmárosnak a gyereke is csak svábul beszélt otthon, illetve németül, és az apám egyszerűen megtiltotta, hogy mi úgy be a cselédlánynak is meg lett, valami sváb lány volt, hogy a gyerekekkel nem lehet svábul beszélni. És az volt, hogy a sváb gyerek megtanult magyarul tőlünk, mert átjárt játszani, meg úgy ott volt fürdőmedence, ott lehetett uszikálni, meg minden, és hát mi úgy el ránk ragadt, de nálunk otthon a házban nem lehetett beszélni németül. Mm. És ez nagy baj volt, később kiderült. És amikor német, hát most ettől függetlenül mondom, az apám az mindig egy kicsit azért úgy politikus volt, tehát ilyen ellenzéki volt abban a rendszerben is. És amikor aztán a nyilas váltás volt, akkor őt el is vitt a gestápó, napokig nem tudtunk mi van vele. Hármukat vittek el egy sváb embert, aki ilyen, ott a sváboknak is volt egy ilyen szervezetük, a magyar. Tehát ők német nemzetiségűek voltak bejegyezve, német anyanyelvűek, de magyarok voltak. És ezt a magyarságukat már a szálasi érába kezdték ők hangsúlyozni. Most ezért hármukat elvitték, és az egyik egy Hál nevezetű paraszt bácsit, ő nem jött ki a börtönből, illetve tehát háromnapos börtönbe meghalt. Hát úgy adták ki, hogy szívszélütés, de hát az apámon is voltak nyomok, tehát nagyon megverték őket. És így közben számolgattam, hogy 11 éves voltam, amikor meghalt édesanyád. 10. De nagyon fiatalon elment. Három fiú. Igen, a bátyám. Bátyám 13 hónappal idősebb, az öcsém meg 5 évvel fiatalabb. Tehát igen, na most azért értem erre ki, hogy tulajdonképpen a Piusz ez úgy adódott, hogy konviktorok voltunk, tehát bentlakók voltunk. Tehát az azt jelentette, hogy szabadságra, tehát csak karácsonykor, húsvétkor és nyáron, a nyári szabadságra. Na ez a nyár aztán nekünk egy akkora szabadság volt, mert az apám a hivatalban volt. 7 évig nem nősült meg, volt bejárónő, meg mit tudom én, és akkor mi a padlástól a pincéig a fürdőben mint számjátékoztunk, és akkor néha valamelyik szomszéd betelefonált az apámnak, svábú direkt, hogy a gyerekek fönt játszanak a háztetőn, meg mit tudom én. Mi van most a házban? Tudom, hogy voltál most, hogy gondolom. Nem tudom, valaki lakik, ebben meg is álltunk ott, teljesen ugyanúgy néz ki, nem tudom, bent azt tudom, hogy vagy 10 évvel ezelőtt, illetve amikor az apám lecserélte azt a házat olyan értelemben, hogy a mostohanyám, aztán 7 év után csak megnősül. És hát a mostohanyám az meg egy elég gazdag valaki volt a faluban, mozia volt. Tehát ott is meg Beremenden is két mozia, panziója volt, földjei voltak. De akkor mondjuk a 45 után ő is ugyanúgy a padlón volt. Mint lettünk mi is ugye a hivatalból, már az apámnak a Nemzeti Bankba se volt olyan jövedelme. Ugye nem volt az anyánk, tehát olyan értelemben az, hogy voltak bejárónők, meg házvezetőnő, meg mit tudom, hát fizetni kellett, azok meg ki is raboltak minket. Tehát az anyámnak a stafirungja úgy elment a bundától kezdve minden, hogy nem is tudtunk róla végül. És a mostohanyám egy idő után, amikor változott a rendszer 55-ben, ugye meg szűnt a kulák törvény, meg mit tudom én, az ő házában rendőrség volt, rendőr, hogy mondjam, a kapitányság. De az egy háromszobás lakás volt. De a főutcán is, az apám rászette, hogy akkor már, ugye én is főiskolán voltam, a bátyám egyetemen volt, egyedül az öcsémmel voltak, ők hárman, és tényleg nagy is volt ez a lakás. És akkor jött be az a törvény előtte, hogy egy értelmiségi hány szobát, és a mi lakásunkban is az apám kolléganőjének leválasztották a lakás egy részét. Tehát ami volt a konyha, fürdőszoba, a mi gyerekszobánk, meg az ő hálószobájuk, azt megkapták azok, ott egy tizedet választak mindent, és volt egy nagy nappali szobánk, ahol az asztalon pingpongozni is lehetett akkor ott. Meg volt egy belső ebédlő, meg egy szalon, meg az apám dolgozószobája, ez megmaradt neki. Na most ott már ők kényelmetlen, és érték, a fürdőmedence lent tönkrement, azt egyszer a falu lefoglalta, hogy ott csinálnak egy strandot, és akkor elhanyagolták, és akkor ott már békák voltak benne, meg minden, úgyhogy a végén ők
lecserélték ezt a lakást, lementek a mostanányám lakásába. Ezt csak azért kérdeztem volna, nem a vagyoni helyzet miatt, hogy úgy érzem, hogy szakad meg a szíved villányért. Ezért gyakran emlegeted. Tehát nem csak itt, hanem hogy találkozott, tehát villány maradtál. 10 éves koromtól fogva nem voltam állandóan. De minden odafűz. Tehát egy bizonyos fokig éppen a nejemmel is mikor szoktunk lemenni, és akkor úgy megyek kocsival, hogy legtöbbször Szekszárd felé. Tehát ha nem megyek be a pécsi, mert a gyerekkori barátok nagy része Pécse van. Ha úgy jövök Szekszárdon keresztül, akkor én Mohács felől jövök, és mikor Boly után elhagyom, aki ilyen domb, hát ez ilyen dombvidék, és van egy nagyon érdekes, jellegzetes hegyvonulat, a Villányi hegység, ami megy Siklós felé is, az úgy néz ki, mint egy vulkán. És ilyen kicsúcsosodik, a szálsomjónak hívják. És ezt mindenkor meglátom, akkor ember, hogy... Otthon vagy. Igen. És vagy ha Siklós felől jövök, tehát Pécs, Harkány, Siklós, akkor ott jön az a, tehát ez a szár somjó alatt megyek el, Harsány nevű községben, és ott kibányázták, ott a Beremendi cementgyár, ez Mészkőhegység, és kibányázták, úgy, mint a kiharaptak volna egyből, ezt látja az ember. Hát ez egy természetvédelmi katasztrófa volt. Ez nem egy szép látom. Nem. És tulajdonképpen, ami híresé tett az utóbbi 30 évben, ott nyílt egy nemzetközi szobrász telep, igen, mert tulajdonképpen ennek a Villányi hegységnek pontosan az van egy úgynevezett kisbánya. Ez közvetlen a szőlők mögötti rész, ami gyerekkorunkban, biztos tudjátok, hogy amikor bármiféle ilyen kubikus munkát csinálnak, akkor hagynak egy ilyen, minek is hívják, tudja ezt valaki, hogy amikor a kubikusok hagynak egy, hogy a talajnak egy a... Egy bábút. Ilyen bábút, igen. A magasságot. Igen. És tulajdonképpen itt a bányában is, mert ez egy kiskőbányát, ezt egy darabig használták, de körbeveszik már a szőlők. És ott volt egy orvos család, aki dinasztia volt a Villányban, nekik ott volt a Villány, az úgynevezett Gimóti villa, és ennek a közelében van ez a bánya, a kisbánya. De azt, mikor mi gyerekek voltunk, ezt nem használták már bányának. Mi oda kijártunk, és a bátyám az ilyen tudományos gyerek volt már 14 éves korában, földtani pályázatot nyert az életműtudományban. És ő mindig rászedett minket, hogy kutatunk, és akkor ástunk, kutattunk mindent, és ott ilyen ammonitészeket szedtünk ki, ugye rétegződésből ott meg volt, találtuk a kis csontokat, meg mit tudom. És ebből Villányban múzeumot is csináltunk, meg a bátyám régiségeket is gyűjtött. Mohácsról, mert együtt voltunk ott gimnazisták, és ott volt fölöttem egyel, és talált valahol, ő azt mondta, hogy a Mohácsi csata mezőn egy ágyugolyó volt, nagy ágyugolyó volt. És azt el tudod képzelni, hogy ilyen motoros, két vagonos vonat járt, oda voltunk bejáró diákok, és akkor ezt hazavitette velünk, ezt a golyót, képzeljük. Mindenféle érzében, és bár ilyen udat, vagy legalább 30 kiló volt, valahogy le akart szállítani minket. No, szóval, hogy amikor befejezted a főiskolát, ugorjunk egyet. Igen. Hogy nem erre a vidékre mentél az, vissza? Az volt, hogy mikor én hazamentem, akkor 56 lezajlott. Lezajlott, hát ugye nem közvetlenül a főiskolán, de engem 10 hónapra bevittek katonának, és ez idő alatt én be is kerültem Pestre, pont a forradalom alatt bent voltam, de hát nem dicsekedhetek, hogy én forradalomban már voltam, mint katonát a belügyminisztérium védelmi harckocsizó hadosztálynál voltam, légvédelmi tüzérezredbe, könyvtáros. Úgyhogy, de ott voltam Pesten, tehát kézi fegyverre ott voltam. És az én alakulatom az a híres 67-23, akik a jutadomboknál a szovjet harckocsikkal felvették a harcot. És ezért én már voltam ki nagy 101-es parcellával, az összes tisztem, akiket én ismertem, tehát az ezred összes tisztjét, aki akkor ott volt kivéve, mit tudom én, aki a pénzügyi irodában, meg mit tudom én, nem volt ott, mind kivégezték. És 4 sorkatonából bíróság elé állítottak pont egy falunbeli fiút is, aki telefonos volt, tehát az üteghez ugye kivezetett telefonvonal, ő figyelőben volt kint. És de ott is működtek a nemzetőrség, és amikor ők ott kilőttek harckocsit, meg ilyen, tehát szállítójárművek is jöttek. Egyébként most volt egy film a televízióban erről, azokkal beszélgettek, akik
akiket elítéltek is. A dobrosi szakaszvezető az is halálra ítélték, azt életfogytiglan. Aztán az én falombeli fiú az 7 évet kapott, de szerencsétlen azóta meghalt. Úgyhogy ezeket a tiszteket ugye utána összeszedik, ez 58-ban. Ugye 58-ban kezdtek a fehér könyvek éledni, és akkor ezeket összeszedték, ezeket behívták tanúnak, mint sorkatonát. És a tanú ott a bíróságon letartóztatták, mert fotók voltak róla. És ez egy érdekes dolog, hogy 56-ban, akiket így el tudtak ítélni, ilyen, aki mondjuk sorkatona volt, hát őnek így azt mondták, hogy parancsot megtagadhatta volna, ez népellenes parancs. Hát emlékszem, Pest november 1-én napsütéses nap volt, olyan örömbe úszott, hogy akkor volt az, hogy a hadsereg átállt a forradalom oldalára. És aki akkor katona volt, az parancsot teljesített, én emlékszem, hogy a Kerepesi út és a Fehér út sarkán voltunk akkor ilyen őrszolgálatban, amikor az oroszok mentek ki 28-án. Hát úgy vonultak ki, mint hogyha ott lett volna az egész szovjet hadsereg. Fél órákat mentek így a harckocsik egymás után, meg a csapatszállító teherautók. És ez a tűzharc, ami ott keletkezett akkor, ezt én is most tudtam meg, hogy tulajdonképpen amikor a maléteréket Budaörsön letartóztatták, ezzel a konvojjal együtt indult be Pestre valahova. Tehát őket azért ítélték el ilyen szigorúan, mert ebbe a tűzharcba, ugye itt 37-es, tehát ilyen méretű páncélgránáttal, közvetlen irányzással, légvédelmi tűzésig, még ilyen négy csöpű gépágyúval voltak ezek az ágyúk fedezve, ezeket tűz alá vették az oroszokat. Na most ők azt mondják, hogy ők azért tüzeltek, mert az oroszok lőttek rájuk először. Most itt ebbe a menetben volt két személykocsi, két csajka, amiben ült egy Szovjetunió hőse tábornok, aki fejlővést kapott, hát ebbe a tűzharcba. És ebbe a kocsiba ült Maléter, meg egy páran, és ezek visszafordultak és visszamentek Budaörsre. Most utána az ítéletben ezt bekeverték, hogy ezeket a magasrangú tiszteket ők megtámadták, és itt halálos ítélet volt mindenkinek. Talán 4-en vagy 5-en úszták meg, ilyen 15 évvel, meg 7 évvel. Mert elsőjén minket kivontak Pestről. Visszamentünk Esztergomba. Én Esztergomban voltam katona. Még a hadosztályparancsnokot is kivégezték egyébként. És mivel, hogy én könyvtáros voltam, és nekem akkor le kellett szerelnem, mert ott volt az egyetemista, aki bevonult, és nekem leltárt szerint át kellett adnom a könyvtárat, meg a klubot, mert klubos is voltam. És hát akkor az volt, hogy ugye mi visszamentünk elsőjén, másodikán délután már szóltak, mert rádiós kiképzést kaptam a honvédségnél, hogy állítsam fel a könyvtárba az R7-es készüléket, és a hadosztállyal vegyem fel, nem távíró üzembe, hanem szó üzembe kellett menni, közvetlen üzembe, és másodikán éjszaka jött a parancs, hogy az ezred vonuljon vissza Pestre, teljes fegyverzettel, tehát most már nem gyalogsági fegyver, addig gyeszantok voltunk, mert hadkocsizó hadosztály volt, hanem visszamentek a lövegekkel, tehát visszamentek Pestre. Most innentől mi nem annyit tudtuk, hogy én továbbra is kapcsolatban voltam rádión az alakulattal, és amikor már mondták, hogy tűzharcba keveredtek, akkor mi az ott megbízott főhadnagy, ott egy Csákó nevezetű főhadnagy volt, aki az ezred parancsnok volt, mert az őrszolgálat volt csak ott, meg mi voltunk egy páran, meg szakácsok, meg mefene. És ugye a leszerelés előtt voltunk, ki voltak nekünk állítva, már a papírok bent voltak a páncélszekrényben, és akkor géppisztolyjal kinyitottuk a páncélszekrényt, és ez a Csákó aláírta a menetlevelet, mindent, és egy továbbszolgáló tiszthelyettes vállalkozott arra, hogy egy teherautóval felrakunk két hordó benzint, ilyen cseppel, benzines teherautóval, hazavisz minket, mert baranyaiak voltak főként a többiek. Szóval mindenki, és akkor 15-en fölkapaszkodtunk egy gépkocsira, és hajnalban elindultunk, dorog, Pestet kikerülve, és nagyon kalandos utam, most nem akarok mindent elmondani, mert nagyon kalandos volt, egész Bojig, tehát ez ott van Villánytól 13 kilométerre, odáig eljutottunk, és ugye az volt az egyesség mindig, hogy senki fegyvert ne hozzon magával, se lőszert. Mondjuk ez már előbb kiderült, mert Duna
Földvárnál, ott akkor már voltak ezek a pufajkás alakulat, ilyen tiszti alakulatok, már betereltek minket az ottani. Egy ilyen műszaki laktanya volt, ilyen hidépítők, meg mit tudom én, és oda betereltek minket, elkaptak, és nem akartak, ugye azt mondták, hogy katonaszökevények vagyunk, nem fogadták el, és bezártak minket. És akkor ilyen típus épületek voltak, ugyanolyan volt a parancsnoki épület, mint nálunk Esztergomba, ugyanúgy volt a felvonulási tér mindenfene, és akkor kiderült, mikor ott éjszaka be voltunk zárva, hogy mindenkinél van fegyver, úgyhogy nálam is volt egy ilyen, ez a HK géppisztoly, ez a kis géppisztoly lőszerre, minden a táskámban, nem táska volt, egy bőröndöt cipeltem, amiben a kedvenc könyveimet is elhoztam a könyvtárból. A leltár. Utólag. Az esztergomi bakkockákkal. De ekkor tulajdonképpen még főiskolás vagy. Hát már nem. Hát 53-ban kezdtem. 53, igen. Hát az 4 év után vége volt. Na és akkor jön a... Annyit ezt mondjuk, hogy nem mondogattam el, mert ez ilyen 56-os élmény, ugye, hogy diplomázni, utólag diplomáztam. Uh-huh. Utólag diplomáztam 59 nyarán. 59 nyarán. Arra kaptam meg, hogy az apámat ugye, ezt még nem mondtam, hogy a 56-ban letartóztatták. Tehát ő börtönbe került, és akkor én próbáltam Pécset elhelyezkedtem először grafikusnak, és pillanatok alatt kirúgtak, mikor a cikk megjelent, ugye akkor divat volt, hogy megjelent egy cikk a Dunántúli Naplóba, és abban ott volt, hogy a forradalmárok villányba, és akkor az öcsém is benne volt, hogy a szovjet emlékműre rájött, hogy Gohó Meluszki, és ezért hát az én aztán is csak építészet, de akkor építésztechnikus volt, kirúgták az állásokat, és Reff alá helyezték, ő nem hagyhatta el a falut. És akkor innentől kezdve egy ilyen, mondhatnám azt, hogy menekülés volt, mert én már segédmunkásnak is próbáltam Pécset elhelyezni, nem tudtam. És ez a grafikusság, ez mi? Nem, ez egy reklámgrafikusság volt, az Észak-Dunántúli Népbolt vállalatnál voltam. Uh-huh. És hát amiket a kirakatban kitettek, azokat rajzoltam, festettem. Na és akkor így jött Szeged? Aztán úgy jött Szeged, hogy a bátyám ugye ott végzett, ott nősült meg, és meghívott, először Zircen tanított, ilyen bányaipari technikumban, és akkor azt mondta, hogy menjek oda nevelőtanárnak. És akkor felutaztam, most rövidítem a dolgot, hogy felutaztam, és akkor elmeséltem neki, hogy mi van Villányban. Volt olyan, hogy felszórták szalmával a házunk elejét, és a falra ráírták, hogy büdös ellenforradalmárok következő alkalommal meg is gyújtjuk. És szóval egy olyan faluban, ahol az apám egy köztiszteletben álló ember volt, most csak beszúrom azt, hogy amikor az oroszok gulákra vitték a svábokat, én nagyon sok helyen tudom, hogy elvitték, akkor ő bement Pécsen egy orosz katona, vagy szovjet katona vonattal, mert más vonat nem közlekedett, mert az ő tanára, aki valamikor a kereskedelmi iskolában tanár volt, mert egy kereskedelmit végzett utána meg közgazdasági egyetemet, az emigrált a Szovjetunióba, és akkor hazajött, és ő lett a főispán. És hát ugye akkor még az a fajta rend jött vissza, és akkor ő bement, hogy ezek a svábok, ezek magyarok, hát ezeket ne vigyék el, ezek nem bűnözők, meg hiába van beírva nekik, hogy német anyanyelvű, és egy nagyon jó szovjet járási parancsnok volt ott, egy ukrán százados, Bibik Miklósnak hívták, tehát félig magyar is volt a pali, beszélt elég jó magyarul, és állandóan nálunk vacsorázott, és akkor mindig az apám fűzte, hogy hát ez így nem lesz jó, de hát aztán nem tud mit csinálni, és akkor mondta neki, hogy utazzon be, és hogyha van neki egy ilyen ismerőse, és akkor majd a szovjet parancsnokságon meg, na és az apám ezt elintézte, és tényleg úgy volt, hogy onnan egyetlen egy svábot nem vittek el, a környékből nem vittek. És amikor az apám bent volt Pesten, vagy Pesten, Pécset, akkor reggel, az apám hajnalba elment, és akkor reggel 9 órakor meghalt az anyám. És hát trombózisa volt, és hát ugye akkor még nem kezelték, rendesen csak nyugalom volt, és feküdni kellett, és akkor készültünk templomba, viszont nagy hó volt, és a bejárón ő kijött, és mit tudom én, ott félsüköttünk be tükörni, és akkor jött, azt mondja, jaj, fiatal úr, jöjjön be gyorsan, az édesanyja haldoklik.
És... Jó, Zirc. Igen, igen, és akkor Zircre fölmentem, és akkor mikor elmeséltem mindent, hogy mi van, és akkor láttam a bátyámon, hogy is elbizonytalanodik, hogy jó, hogy én ott maradok. Uh-huh. És ez így húsvét táján volt, és akkor mondtam neki, hogy nézzétek, tényleg nem, majd keresünk valami mást, nem mondom, akkor te is bajba kerülsz, itt igen, nem bántottak, kész. És akkor én leutaztam velük Szegedre, húsvétra. És hát ugye az apósa az meg egy ilyen nagy dumány, valamikor focista volt, és pláne én ott voltam a másik veres, akkor lehetett dicsekedni. És mit tudom én, ott beszélgettünk erről, hogy én mit csinálok, mit tudom, és akkor mondtam, hogy festő vagyok. És azt mondja, nincs állásod? Azt mondja, színálszod, elmész? Mondom, mondom Kálmán bácsi, mit tud segíteni? Szóval itt az újságban, itt van benne, hogy keresnek festőt. Azt mondja, én meg ismerek mindenkit a színház. Na, mondom, ki teszik ismer? Azt mondja, ez egyik világosító. Mondom neki, hát ez jó dolog, de tényleg jó volt, mert az a világosító, ez Új-Szegeden lakott, és a piac azt utólag derült ki, három testvér volt a festőműhelyben vezető pozícióban. Volt a Sándor, a legidősebb Sándor Lajos, az tervező is festés, meg Sándor János. Az volt a legfiatalabb, és még volt két fullajtár rajtam kívül. A lényeg az, hogy tényleg ismerték egymást ezt a világosítót, mert majdnem egymás mellett. És akkor én ezzel a világosítóval fölmentem, és akkor kitettek nekem egy ilyen reklámtáblát, és na a katonaság, mert ez nekem jó, de ott megírtam reggeltől estig a nagy svejfniket, meg mit tudom én, így ecsettel egyből, de egyébként mondjuk a főiskolán nem voltam ilyen reklám, ezért, és jó megtanultam a betűírást, és akkor nekem ott kellett csinálni egy reklámtáblát, szerintem három darabnak a hirdetése volt, és úgy meglepődtek, hogy én szépen aláfestettem előtte színnel, és úgy írtam rá szépen szabadon, és akkor mindjárt megkérdezték, hogy mikor tudok jönni. Mondom, azt mondja, hogy hétfőn be tud lépni. És akkor gondolkoztam, azt mondja, miért, hova volt? Én mondom, villány. Néztek rám, hogy akkor hogy leszek én itt hétfőn. Akkor még járt a repülő Szeged és Pécs között, és akkor abban az épület, ez a, nem tudom, aki ismeri Szegedet, tudja, hol van a virágcukrászda, a Klauzár tér, és a virágcukrászda fölött volt az asztalos műhely, és fölötte a festőműhely. És akkor itt, ahogy van a sétáló utca sarkán volt a Malév iroda, úgyhogy onnan nagy boldog, amikor azt mondták, hogy jó, felvesznek, de hétfőn le kell lépnem. És akkor lerohantam, vettem repülőjegyet, mindjárt megvettem visszafele is, és akkor hazarohantam Pécs, és akkor haza villányban összecsomagoltam, és Szegeden voltam pillanatban. Alvéletben laktam jó darabig, először a bátyám anyósáéknál, de azt meg kell hagynom, hogy főiskolai oda a szakmát ott tanultam meg. Nem, nagyon jó festő volt az idősebb, a Sándor, meg a Sándor Lajos is. Az öcsük az egy ilyen dumagép volt, aki inkább arra felügyelt, hogy a többiek dolgozzanak, hogy csak ő neki ne kelljen. Szóval, hogy azt feltételeztem, hogy egy reklámtáblát ennyi tanulmány után tudsz festeni, de amikor az igazi díszletfestést meg nem riadtál meg? Meg nem riadtam, csak fura volt, hogy a földön festenek. Na mondjuk, abár ebből volt tapasztalatom, mert teljesen véletlenül a főiskolán tanított már a Varga Mátyás, a díszlet tervezőket. Hát én onnan a Wegenastot is, meg a Sukit is így látásból ismertem, mikor ide lejöttem. De a Matyi bácsi egyszer bejött, mert négyen voltunk ilyen díszítő festők, akik freskót tanultuk, és ugye mi állványról, meg hát volt egy mesterünk is, aki művésztanár volt, de voltak ilyen mesterköműves, aki a malter, meg a freskó festékek, meg a kikeverését ellenőriztette, meg tanította, és volt lent, akkor még a Kinizsi utcán volt az iparművészet, és lent a pincében volt egy hely, ahol a falat állandóan vakolták, meg szedték le, és ott festettünk. És egyszer bejött a Matyi bácsi az ő növendékeivel, a díszlettervezőkkel, és hát mindez is egy monumentális festészet, hogy lássák, és akkor azok is ott bámészkodtak, és akkor egyszer megkérdezte a Matyi bácsi, hogy na látjátok, hogy így festik, azt mondja, nem úgy, mint a díszletetlen a földre. És akkor néztünk rá, és akkor a Matyi bácsi azt mondja, na, kevesen vagytok, megyünk úgyis az operába valamelyik nap,
ha akartok, gyertek el, és akkor voltam az operában, és láttam, hogy hogy festenek. És rá 20 évre találkoztam azokkal a festőkkel, akik ott voltak, azok a Mánya Karcsi bácsival, meg a Vörös Tiborral, akik szerintem klasszikus, ugye a díszletfestés Ausztriából indult, de ezek nagyok voltak meg, aztán voltak. 80 éves korában Schwarzer Géza bácsival még dolgoztam, 80 éves volt a Szegedi Szabadtéri. Csak hát a freskó, meg hát a táblakép is ott készül, ahol majd látni fogod, vagy a végleges helyén készül. Hát, ez meg éppen van rálátásod, így meg nincs rálátásod. Na én a tapasztalatból azt mondom, hogy ugye azért 50 évet dolgoztam itt Szegeden, Szegeden, Miskolcon meg 47-et, és elég sok kollega kopott ki mellőlem, és hát ugye egyik legkedvesebb kollégám, aki fiatalságunknak a sok örömét együtt szereztük a Jármai Gyurival. Ugye ő, mikor én 59-ben ide kerültem, rá mindjárt egy-két hónappal jött Gyuri is dolgozni, és ugye akkor még ilyen motoros mániák volt, ugye én is motoroztam, Gyurinak is volt motorja. És azt sose felejtem el, amikor először kimentünk Tapolcára Gyuriékhoz. És én akkor vettem egy Danubia motor, de nem volt még levizsgáztatva, és azzal nem lehetett ugye kimenni a Dick forgalommal, mint tudom én. És akkor a Gyurinak volt egy Pannoniája, kimentünk, én a motort kivittük oda Gyuriékhoz, és akkor délután ugye Tapolcán rájöttünk, és az egyetlen fölmenő útra elmentünk motorozni a rendszám nélküli motorral, hetekig, amíg nem volt rendszám. És nekem nagyon, ugye, hogy Gyurinak az édesapját, édesanyját megismertem, nagyon kell, meg a nagymama, hát az egy csoda lény volt a habos kávéjával. Na szóval Szegeden tanultad meg a szakmát. Igen. És mondjuk nagyon nagy lökést adott az első szabadtéri 59-ben, amit tulajdonképpen felújítás volt, ugye 36-ban leállt a szabadtéri, és 59-ben felújították. És az elsőben én részt vehettem. Na most addig, amit te kérdeztél, hogy nekem nem volt egy bizonytalanságom, ugye akkor már a harmadik éve ott voltam, azért az idősebb Sándor, tehát a Sándor Sándor meg a Lajos, azok már egy év után azért úgy molesztáltak is, hogy a János mindig azt mondja, hogy racsolt, és azt mondja, meg ugye ilyen nyeles ecsetekkel festünk a díszleten, ugye meg nyeles, ugye, hogy mondjam, pálcában van bele a rajzszén is, tehát úgy rajzolok, nem így szembe. És ugye ezt így kell fogni, meg úgy ezt évekkel, meg tudom, hogy akkor racsoltat nekem is. Nem is volt úgy kedvem, ugye, de rajzolni már odaállítottak. És ezek szerint volt érzékem, én elég flottul berajzoltam mindig mindent, és akkor már egyszer-kétszer a Sándor így rám szólt, hogy gyere már, fest, fogd meg azt a izét és fessél, és nagy kefével alá, először csak alá festen, és akkor néha kiszóltak az irodából, hogy fest alá, légy szíves, ott van a színes vázlat, fest alá. És amikor azt mondták, hogy ez jó, akkor már bátrabb voltam, de még azt elmondom, hogy közben jött oda egy tervező, akinek sose fogom elfelejteni a nevét, Cselényi Józsefnek, itt ennek a Cselényi énekesnek a fia. És már egy másik kor volt, mint a Sándorok, meg akik úgy voltak idősebb tervezők, és egyszer följött a műhelybe, és ott elkezdtünk beszélgetni, és ő egy ilyen kisebb kamaradarabot hozott, és megmutatta a terveket, és akkor én hallottam, hogy a Sándorok nagyon kritizálják, hogy mi ez, meg ezért, hogy... És akkor a Jóska mentünk éppen így haza délután, és pont előtte jött föl, és akkor leültünk a Virágcukrászdába kávézni, és azt mondja, hogy te figyelj, de én szeretném, ha ezt a díszletet te festenéd meg. Hát mondom, öregem, engem innen ledobnak az emeletről. Ők eléggé erőszakosan tartották ők ott a vonalat. Mondom, hát te ezt beszéld meg velük, és nagyon szívesen, de úgy csak én partizán módon, mondom, ne derüljön ez ki, és akkor... És akkor tényleg beszélt is velük, és akkor hozzájárultak, hogy ön a segédmunkásokat befogtam magam el, és én csináltam meg a díszletet. És onnantól jön aztán, hogy tulajdonképpen plakátoztam. Ő volt, aki először, ő tervezte, aztán a november 7-én vagy 8-án volt 59-ben a bemutatója Szegeden az Optimista tragédiának. És egyszer följött a művem, és azt mondta, hogy te figyelj ide, van rá keret, ugye, akkor ezt mondták, van rá keret, lehet plakátot csinálni az Optimistához.
én szóltam az igazgatónak, hát Vasszigintor volt az igazgató. Szóltam igazgató úrnak, hogy te ezt meg tudod csinálni. Megcsinálod a plakátot? Megpróbálom, és akkor tényleg megcsináltam, és ez a plakát azt mondja, hogy fölírtam a dátumot. Volt egy ilyen kiállítás a Nemzeti Galériája, vagy a plakát művészet a Tália szolgálatában. Ez volt 1978-ban. És itt Miskolcon egy jogász barátom volt, akiknél én albérletbe laktam. A Fini nénéknél, a Tornai Lacó. És ő szól nekem, ezt fölhív telefonon, azt mondja, gratulálok, mondom, mihez? Azt mondja, a Nemzeti Galériából ki van állítva két műved, először egy Nemzeti Galériában, úristen, mihez? És akkor mondja, hogy te nem tudsz ilyenről, hogy plakátművészet, a Tália szolgálatát nem hallottam. Na hát azt mindjárt a következő héten Trabantba vágtam magam, és fölmentem megnézni. És az egyik az optimista tragédia. Az optimista tragédia, meg a kőszívű ember fiai, azt már ide csináltam, de azt a plakátot megvette Békés Csaba is. És mondjuk a Siklósi Lacival az volt az első találkozásom, amikor idejöttem Miskolcra, hogy akkor itt a kamarában voltak az irodáknak, akkor volt az átalakítás. És augusztus 16-án jöttem ide, és akkor bementem az irodába lejelentkezni, hogy megjöttem. És ugye akkor divat volt, hogy a színházak elküldték egymásnak a plakátokat. És láttam, a titkárságnál ott voltak az én plakátaim is, mert aztán az Ajdát is csináltam még Szegeden. És azt mondja, hogy te vagy az, aki plakátozol? Na, azt mondja, akkor itt is lesznek megbízások, mondta ő. És olyan nagy örömmel közölte, hogy ő vele lesz a kapcsolattartás, úgyhogy aztán Lacival nagyon sokat dolgoztunk ilyen dologban. Bocsánat, a naív kérdés, de szerintem másokban is felmerül ez, hogy ennek mi a technikai magyarázat? Miért nem felfüggesztve festitek a díszletet? Mert a hely miatt. A hely miatt? Tehát csak a hely? Meg képzeld el, hogy festettünk ide, csináltam abban a híres Rómeó és Júliában, amit a Szikora rendezett, és abban én ilyen társ tervező voltam. Tehát ez még a Mihály Győző. Mihály Győző, Igóéva. Igen. És ott volt egy, nem háttér volt az, hanem panorámakép. Igen. Amiben valamelyik ilyen művészeti labban az volt, hogy tehát egy reneszánsz táj volt, és tulajdonképpen a Szikora engem azzal beszélt meg. Hát ugye ő, mint ahogy szokott a Csiszár is tervezni, hogy ő elképzeli a díszletet, csinál egy ilyen általános iskolás rajzot, és akkor én nekem abból... Igen, és akkor de a Szikora ő csak úgy elmesélte, hogy ő ezt akar, azt akar, de itt legyen egy szép... ezért háttér, ilyen reneszánsz háttér. És akkor én azt megterveltem, meg hatalmas, hát azt háromszor kellett a festőműhelybe hajtani. Tehát úgy, hogy nem is tudtam egyszerre letenni. Tehát az 9 méter magas és 19 méter hosszú. Úgyhogy Gabi megszerezte a felvételt, amely az tévé felvette ezt a dolgot, és amúgykor én is megnéztem újra, tényleg gyönyörű. Mondom, egy újság azt írta, hogy Giorgio ne festette azt a képet kérdőjellel, és ez az nagy élmény volt az a Rómeó, ami ilyen festészet, hát volt azóta nagyon sok minden, de hát azt látom. No, de hát hogy is kerültél ide Szegedről? Szegedről úgy, hogy az első szabadtérén, amit említettem, igen, részt vettem, és Pap Miklós gazdasági igazgató lent járt Szegeden az időben, akinek ott nagyon jó barátságban volt az ottani szervező titkárral. A lánya itt nálunk is volt, akkor még csak táncos volt. Most nem tudom, mit jelent a nevét, de fölírtam, hogy én ezt tudjam, hogy milyen Lia volt. Kopetti. Igen, ő ott táncos volt akkor Szegeden. A Kopetti, az öreg Kopetti még ott volt szervező titkár. És ugye, hogy én azt, hogy szépen megcsináltam azt a táblát, az összes reklámot utána Sándorok velem csináltatták, meg a kirakati reklámokat is, és akkor ilyen tablórendszer volt. De hát ugye azt én mindig kivittük valakivel a szervezőirodába, és az a Kárász utca végében volt a szervezőiroda, és ott összebarátkoztunk, mind ahogy most is a szervezőtitkárokkal,
jó viszonyban vagyok, és a legjobb kollégák, mindenki. És hát én a Kopetival jó kapcsolatban voltam, és sokat beszélgettünk, meg hát ugye volt ott egy ilyen kis szakmai féltés is felém is, meg hát én jól éreztem magam Szegeden, meg semmi, majd ott jártam, volt egy ilyen kollektív műterem, ahová jártam bedolgozni, tehát volt Altmodertől kezdve minden, Tápai Tóni bácsi volt, a nagyon híres szobrász volt, tehát Szegeden nem, országosan nem tudom, de ővele is ott megbarátkoztam, meg segítettem neki hatalmas szobrokba is, és innen bennem is volt aztán már egy kis szobrászkodás. És a lényeg az, hogy a Kopeti ismert engem. A Paff Miklós meg lent volt, és gondolom, hogy beszélgettek arról, hogy itt valami festőt kéne neki szerezni, és ő engem említett neki. És ezzel a Paff Miklós kijött a szabadtérire, és például ott, ahol vannak az árkád sorok, ott a betonon festettünk. És kijött a Paff Miklós, és úgy előttem van, ez is az a hangja így sem, hogy melyik itt a Veres Attila? És akkor ott szóltak, hogy Attila, téged keres itt valaki, és akkor oda mentem, és akkor mondja, nem volna kedve elszerződni Miskolcra? Mondom neki, hát nagyon messze van Miskolc, és azt mondja, mennyi magának itt a fizetés? Mondom, 980 forint. Azt mondja, hogy 2000 ér eljön. Csak ezt közben befolyásolta az is, hogy én ott a főiskolán, hát előző ismeretség volt, ez már Villányból, egy kislány egyszer ott volt nyaralni, és találkoztam ilyen Szársomjú Harsányi egyik kiránduláson, és Szegeden újra összetalálkoztunk. Ott volt főiskolás. És akkor úgy kávézgat, beszélget, és minden fene, a mennyasszonyom lett. Nyíregyházi lány volt, és eljegyeztem, és akkor már így gondolkoztam, hogy Nyíregyháza Miskolc, Nyíregyháza Szeged, hát talán Miskolc közelebb van. Miskolc közelebb van, és akkor így igent mondtam, de hát őrületes nagy csalódás volt, mert aztán mondta a Paff Miklós, írt egy levelet, hogy jöjjek fel, nézzem meg, hogy ne legyen zsákba macska, hát, és akkor nem tudom, egyszer fölutaztam, és akkor leszálltam a Tiszai pályaudvarra. Úristen, akkor alakították ott azt a körforgalmat a villamosnak, minden. Valami borzalmas volt, föltúrva az egész város. Felszálltam a villamosra, és ott akkor kalauzos volt a villamos, járt a kalauz, és megváltottam a jegyet, és akkor mondom neki, hogy ne haragudjon, már ott kérdezem meg, meddig kell mennem, hogy a színházhoz megyek. Azt mondja, majd leszáll a villanyrendőrnél, és ott van mindjárt. És akkor bejöttem, de hát a műhely is katasztrofális volt, ugye? Ez itt hátul egy valamikor állítólag a Vejli tulajdonosának, ez egy versenyistálónak készült, és adatták az Jánosnak. Na, mondjuk a Szegedihez képest ez nagyon kisebb is volt, meg borzalmasan lepukkadt volt az egész dolog. Úgyhogy aztán utána nagy vitákkal, nem tudom, nem te időszakodban volt, amikor hol voltam, akkor is már szakszervezeti. Na, majd még erről akarok, csak még olyan messze vagyunk is. Munkavédelmi voltam. A lényeg az, hogy akkor itt egy kicsit alakítottak rajta, és akkor a kollégám, az idősebb kollégám, a Pásztor Miklós, az idejöttem, az 61-be elment, és a 61-ben meg akkor kineveztek engem a tárvezetőjének, és valójában a balesetemig folyamatosan voltam, van 7-ig, akkor egy évet kórházban voltam, és utána kaptam a helyemet, és hát tulajdonképpen azóta így folyamatosan, hát itt villognak, amiket én tudom én, hogy ez nagyon hosszú idő, nagyon sok, és közben azt is érzem, hogy az idő is telik. Amiről nagyon szeretnék beszélni, vagy nagyon szeretném, hogyha beszélnél róla, a fotózás. Ez nekem egy, hogy mondjam nekem, a színház, igazán a színház akkor ragadt hozzám, vagy én a színházhoz. Mert az a fajta munka a színházban, amit én csinálok, vagy csináltam a fotózásig, az egy ilyen, színházban volt az ember, az mégse volt. Na most, hogy én nekem sose volt olyan nagy színházi érdeklődésem előtte, én már Szegeden is, ha volt 5 percem, akkor bementem és beültem egy próbára nézegetni. Itt is úgy volt,
De amikor aztán a munka úgy, pláne amikor már vezető lettem itt, én úgy tudom, mindenki, aki velem dolgozik, elég lelkiismeretes volt a mi ember, én nekem úgy nőtt fel a fiam, hogy csak egyszer azt vettem észre, hogy megy érettségizni. De nem 8 órákat kellett itt dolgozni, meg bent lenni, és, de akkor se, ugye, mert akkor még ráadásul az a műhely arra alkalmatlan volt, hogy rengeteget dolgoztunk éjszaka a színpadon. És amikor az Illés Pista került ide főrendezőnek, akkor a Pista már hozta magával, gondolom Pesten már úgy volt, ugye, hogy itt volt a Klein bácsi, ugye leállította az állványt, és akkor rátette a Feuchtländer gépét, és akkor lement egy felvonás, szünet, és akkor beálltak a táncosok, ezért oda, és akkor azt lefényképezte. És akkor az Illés Pista egyszer megmondta ennek az öregnek, hogy hát ezt nem így kéne, hanem menet közben, hogy csinálja úgy. És akkor az öreg vett mindenféle gépet, de nem ment neki, nem tudott egy jó képet csinálni, és közben mi Gyurival már rég fotózgatunk, tehát ilyen amatőr fotózgatunk. Én is vettem, mikor a szabadtérén, hát el tudod képzelni, 800 forint volt a fizetésem a színházban, és az első szabadtéri után 6000 forintot kaptam. Tehát őrületes pénz volt ahhoz képest. Hát 63-ban, amikor kiszabadult az apám, lehívtam Szegedre, és ott, akkor ott voltam a szabadtérén, és fölöltöztettem két öltöny, ruha, fehér nemű, amit akar, cipő, zokni, minden. És még nekem is maradt pénzem, úgyhogy... Volt fényképezőgéped is. Volt fényképezőgépen, egy Altix MB, aminek már volt fénymérője, de nem belső fénymérés volt, hanem meg kellett nézni és hozzáállítani az optikát. Gyurival rengeteget motoroztunk a bűnbe össze-vissza, Gyuri is fotózott, és tulajdonképpen így ketten megkaptuk a fotózást, tehát egyszer, hogy próbáljuk ki. És azt hiszem az Antigónét fotóztuk először, és Gyuriéknál fent a fürdőkádban éjszaka csináltunk képeket, és nagy sikert arattunk vele. Úgyhogy először bejöttek ezek a képek, és akkor Gyuri is még nézte ki, hogy most már jó lesz. És Novisszát. Na most már, amit én egész emberi létem alatt diákként mindenütt, én nagyon szerettem az emberi kapcsolatokat. Tehát én szerettem emberekkel jóba lenni, haragban nem, de jóba lenni szerettem engem, hogyha valami olyan ütközés, vagy olyan élmény ér, hogy valakire valamiért haragudni kell, akkor azt én inkább elkerülöm. Szóval nem szeretek gyűlölködni, haragudni. És tehát amikor azt mondom, hogy emberi kapcsolattartás, így még itt voltam a színházban, köszöntünk Makkai Sanyival, ettől függetlenül is nagyon jó barátságba kerültünk, de azért, mert ő egy ilyen barkácsoló ember volt, bejött a műhelybe. Őt érdekelte minden, meg a Hegedűs Pufi. De többi színésszel is volt kapcsolat, de annyira nem, mint mikor elkezdtem fotózni. Akkor a színésszel katkon csinálja a portrét, lejött 30-40 felvételt egy portrét, egyebeket ugye megcsináltuk, különböző beállításokban. Ezek már nem olyanok voltak, mint amit addig csináltunk. Tehát ösztönösen is az ember csinálta. Tehát ha valaki egyfajta művészethez tartozik, mint amit a Sanyi is mondott, akkor a másikba, ha átmegy, ott is alkotni fog valami olyat, ami jó. Most ez nem dicsekvésképpen, de azt hiszem, hogy mi úgy fölvittük annak az idejében, amikor a színpadon fotózás volt, amikor ketten csináltuk, és hát ez az volt, hogy nekünk a... És amit azt mondom, hogy csodálatos volt, mert az utóbbi időben, amit vettem, mondjuk ez a munka szervezésén is múlott, mondjuk a Gulyás Jóskára bármit lehet mondani, de a munka mindig meg volt szervezve. Tehát olyan értelemben, hogy fotóztunk is, tehát az azt jelentett, hogy a fotózási napon a festőműhelyben nem voltunk benne Gyurival. Tehát addigra, amire a fotózáshoz értünk, késznek kellett lenni a díszletnek. Akkor utána, amikor ugye hazamentünk, akkor mindenki otthon hívta elő a filmet, megnéztük, megszállítottuk, és akkor beültünk. Volt nekem is, azért mondtam, 36 felvétel, volt 10 tekers, vagy 15 tekers. Gyurinak is volt annyi, és akkor beültük, befűztük, leültünk az én irodám a régi műhelybe egy ilyen, tehát ott volt valamikor a kapara színpad. És mikor az, onnan kikerült a kamara színpad, mint onnan, akkor ott, vagy lup volt, ott volt nekem az irodám. És az tök sötét volt, mert nem volt ablak. Becsuktuk az ajtót, és ott volt a labor. Tehát
kerékgyártólacihol van, viták voltak, hogy ti veszitek meg, meg kellett venni, megvettem a nagyítót, a fotótálat, akkor kellett venni egy komoly fényképezőgépet, ugye akkor a, megvettem a, mindegyikünk megvette a maga komolyabb fotó felszerelését. Gyurinak nagy filmes gépe volt, nekem kis filmes. Néha, amikor beütünk, akkor ment a vita, hogy a kis filmről nem lehet úgy fölnagyítani, csak akkora izéket, fotókat csináltunk, mint az a fal. Hm. És, szóval ez egy olyan fajta, hogy mondjam neked, kapcsolat teremtődött színész és köztem. Mindenkit ismertem, mindenkiről tudtam mindent, tehát a fotózás, hogy kellett neki egy kép, akkor szólt, rengeteget dolgoztunk ezzel. Szóval jöttek akkor az újságírók, lejött, délután jött a telefon, hogy gyere be, mert itt van a Koltai, kell neki egy fénykép, ebből is ebből a darabból, akkor mentem, kikerestem, hát most oda ajándékoztam a filmjeimet a Színész Múzeumnak, 900 doboz, amiben benne vannak a darabok, mindegyiket megírtam, nekem mindegyikről van albumom. Tehát én csináltam albumokat, tehát én poster albumot, amiből a színész kiválogat, akkor annak is megcsináltuk a képet, az egy kis pénzt is jelentett. Na de alapvetően ez még mindig színházi szolgálat, és egy novicsád, az viszont már ez önálló. Azt mondja, hogy ez volt a 6-től, azt mondja, színházi fotó világkiállítás, igen, 1983. 83 tavaszán, vagy korasz tavaszán a Siklósi Laci fölhívott mindkettőnket, és engem is mondta, hogy kapott a színház egy ilyen meghívót, hogy lehet nevezni a Gyuri, nem tudom miért, de nem nevezett, én beneveztem. Nekem nagyon szép élményem volt a Beke Sanyinak a két darabja, a Mona Vanna, meg a, volt a másik, a Lorenzaccio. És na akkor egy időszakra, ugye én is akartam fejleszteni a fotóapparátomat, vettem egy Hasselblad gépet, amivel aztán nagyon befűröttem, de nem fűröttem volna be, ha megtanulom, hogy valahogy kell fényképezni, az lassú volt. Ugye nekem Altixaim, nem Altix, mi volt ez a, mondjátok ezt az NDK gépet, Praktika, na és a VLC, meg a legjobbakat megvettem, volt három gépem is, és akkor közben megvettem egy ilyen Varga Gyuszi, a fia kiment Amerikába, és egyszer a Gyuszi kapott a volt feleségtől, hogy a gyerekik nyaral mindig, küldtek egyszer neki egy ilyen Hasselblad csomagot, egy ilyen bőrönbe volt egy Hasselblad gép, és 40 ezer forintért, akkor nagy pénz volt, megvettem azt a gépet, gyönyörű, meg az nagy filmes volt, meg állítani lehetett, meg kazettát, de nem volt, tehát én nem tudtam vele úgy fényképezni, tehát ugye, amikor eldöntöttem, hogy na most ez, mire elexponáltam, már nem az a jelenet volt. Mm. És én előtte mindig megnéztem a próbákat, hogy magamban úgy már megalkottam azokat a képeket, tehát én mindig meg is szerkesztettem dolgokat, amíg Lacinál is voltam egyszer egy, amikor bejöttek a digitális gépek. Na a lényeg az, hogy én indultam ezen, és a Lorenzaccio meg a Mona Vannából küldtem be. Na, mondjuk az volt egy kicsit úgy meglepő, hogy ugye, amikor jöttek a hivatalos papírok, mint franciában, és úgy kellett megcímezni a képeket, és mikor már megcsináltam a képeket, akkor a Zala Szilárd volt itt segédrendező, aki elég jól beszélt franciául, és akkor Szilárddal leültünk két-három este, néztük a képeket is, megcímeztem őket, meg Beke Sanyi segített, hogy mi legyen a címe a képnek, és akkor franciául ezt az egészet voltak én nagy nyomtatványok, azt ki kellett tölteni. És akkor elküldtük, és a kiállításnak az volt a szabályzata, hogy így mondjam, hogy aki beküld képet, és hogyha ugye a zsűrin nem megy át, illetve nem kiállításra, akkor három héten belül visszaküldik a képet. Ha bekerül a kiállításra, akkor a kiállítás utántól, tehát az árástól számított három héten belül visszakapja az ember a képet. Ha valami díjat nyer, akkor tehát alá kellett írni tulajdonképpen ezen a papíron, hogy akkor a kiállítás rendezőségi megtartja a képet. Tehát ha valami díjat nyer. És elmúlt, mit tudom én, a kiállítás vége, semmiféle érte, se a kép nem jött, se nem kaptam értesítést, semmi a világon nem jött. És akkor így először, hát, hogy most mi van ezzel, hát... Oda se ért? Hát valami ezért, tudod, és
az Ék Erzsi, akinek most itt van a kiállítása, az akkor volt itt tervező. És egyszer egy délután csörög a színházban mondják, hogy menjek a telefonhoz a portán, és bejelentkezik Ék Erzsi, és azt mondja, gratulálok, azt mondja, Noviszádon láttam a fotóvilág kiállítást, azt mondja, benne vannak a képek, azt mondja, nem tudom neked megmondani, de valami díjat is nyert. És akkor ennek nagyon örültem, és akkor kezdtem mozgulni. És akkor mondtam a Szilárdnak, mondom, írjunk már egy levelet Novi Sadra, hogy mi van. De akkor már, mit tudom én, már eltelt egy jó pár hónap. És akkor írtunk egy levelet, még hülyék franciául, ugye, elment a levél franciául, visszajött a levél franciául, elolvastuk, amiben sajnálják, de ők, tehát ez a név, akit tévnek ezek a képek, aranyplakettot nyert, és azért elvitték a díjat. Na de ott vagy nem tudta rendesen lefordítani Szilárd, valahogy az elküldték izénél ott valami differencia lehetett, mert ebből nem tudtuk meg, hogy hova küldték. Na most rá, ez így volt valamikor tavasz elején, nyáron egyszer kaptam egy meghívót a Miskolci Fotóklubba, hogy menjek be. Hát én nem voltam tagja a Miskolci Fotóklubnak, tehát ennek ellenére elmentem itt volt a Rónaiba. A harmadik emeleten ott volt egy ilyen helység, és csupa idegen ember fogalmam nem volt, én ott bementem, leültem, ott néztek is rám, mint a moziba, és akkor egyszer csak bejött, aki itt a postán dolgozott, egy nagy hagyja, nagy magas ember volt, az volt, nem tudom, most már nevét hirtelen, írogatott is, még színműveket is, nem tudom, nem ismeritek. De én emlékszem, egy ilyen gyermekdarabot írt. Igen, egy ilyen karatán. Horváth Dezső. És az egyszer bejött, őt így látásból ismertem, na mondom, hogy ő bejött, és akkor azt mondja, gyerekek, üljetek le, már azt mondja, mert mindjárt érkezik a Magyar Fotó Szövetségtől valaki, aki szerint egy díjat fog átadni. És akkor tényleg ott volt egy asztal, azt körbeültük, de én ott nagyon ismeretlen voltam, és akkor egyszer csak bejött egy illető, azt mondja, elnézést kérve, késett a vonat, és taxival volt kénytelen jönni. De hát azt mondja, akkor mindjárt érünk a lényegre, nagyon kellemes kötelességének akar elegetteni a Magyar Szövetség, Magyar Fotószövetség ezévi fődíját. Azt mondja, de itt van Veres Attila? Mondom, ilyen, mert mindenki így nézett rám. És akkor, ki ez? Igen, és akkor mondom, igen, itt vagyok. Azt mondja, hát gratulálok, és elkezdi olvasni, hogy hát te nyerted a Magyar Fotószövetség ezévi díját. Azt mondja, a Salgó-Tarjáni ilyen kiállítás, a Gyulai amolyan kiállítás, és a Noviszádi színházi világkiállítás aranyplakettjéért. Mondom, ez az utolsó stimmol, de a többi nem. És akkor ott megnyíltak a szájak, ott mindenki elkezdte mondani, hogy hát igen, itt nekünk is van egy Veres Attila, de az most katona. És akkor ez a panélja. Azt mondja, úristen. Azt mondja, mi elküldtük neki. Azt mondja, te akkor nem kaptad meg? Hát mondom, nekem nem küldték el. Azt mondja, te neki küldtük el. Ugye, és azért nem csak katona volt. Ja, és volt egy... Volt egy névrokonom, de ő a fotóklubnak tagja volt. Egy cigány gyerek, de nagyon jó fotózott. Egy jó fotói voltak, láttam egyszer itt, mikor itt volt még a fotóbolt, és ott volt egyszernek egy kiállítása. Akkor meg itt a könyvtárba szóltak nekem a lányok, hogy hol fotóztam én mesztelen négernő, mert ki volt ilyen Veres Attila fotói, és ez a ilyen fotós bolt volt, és ott ki volt egy kis kiállítás. Megvan a plakett? Nincs. Nincs? Nincs. És akkor, na, ennek voltak ilyen nézők, hogy ez nagy sajnálkozás, és akkor hát ugye hát ő azt gondolta, hogy most egy fotóklubban van, és ezek vissza is fogják szerezni, hogyha már ide kiküldték. Mert ezt aztán Noviszádról is kiderült, hogy mi ezt nem volt. Mert utána fölhívtuk Noviszádot telefonon. Hát ott úgy beszélnek magyarul, mint mi. És mi franciául leveleztünk. És ott elmondta a hölgy, hogy ők ezt úgy csinálják minden országgal, aki nyer egy ilyen... Tehát ez egy fődíj. Tehát aki fődíjat nyer, annak elküldik az ország fotószövetségéhez, hogy ünnepélyesebb legyen a dolog. Na most, hát itt ilyen ünnepélyes lett. Utána ez a határőrségnél szolgált ez a gyerek. Ez haza se jött, disszidált. Most még volt ennek folytatása, mert volt nálunk egy festő, a Milyen Zoli, segítsetek ki, Pisti, hogy hívták, hogy Pataki Jancsival is együtt dolgozott a
meg pásztorral testvérek voltak. Milyen? Visztei Zoli. Visznyei Zoli, meg volt a másik, aki meghalt. És a Visznyei Zoli, az idősebb, az járt be a műhelybe, mert ilyen képaranyozása, meg minden, és akkor mit kellnek egy kis arany, kellnek egy kis ilyen festék, meg mit tudom én. És egyszer bejött egy hölgyel, és a hölgyet bemutatja, ugye, mert ő bejött, és akkor mondja neki, azt mondja, hogy az élettársam, hadd mutassam be Attila, és akkor csak oda jön a hölgy, és bemutatkozok, hogy Veres Attila, és akkor mondja, jaj, de érdekes, azért az én keresztfiam is Attila, és Veres Attila. És akkor mondom neki, hogy és vele mi van? Azt mondja, diszidál. Mondom, csak nem a fotós. Azt mondja, de, honnan ismeri? Hát mondom, jól ismeri. Mondom neki, szokott vele levelezni? Azt mondja, hol, telefonon is szoktunk beszélni. Mondom, mondja már meg neki, hogy a díjamat küldje vissza. Nem, az ott is. Nem, és utána a második, az 86-ban volt. Ott is a Major, a színész és Major a rendező, akkor már Major Tamás a látótérbe volt itt, és én a Majorral rengeteget dolgoztam úgy, hogy a szerepeibe is, meg mikor rendezett is. Nagyon sokat próbákat fotóztam, és ott volt Majorról egy pár nagyon jó felvételem, úgy érzem, és ebből küldtem egy sorozatot. Mm. És ebben meg diplomát, na ez megvan. Egy diplomát nyertem, ez megvan. Fotózásba is, meg hát a festészetbe is, de hát a színházba különösen ugye a foglalkoztatottságot tehetségbe, felkészültségbe mérik. Olyan majdnem reménytelennek tűnik egy ilyen intézményben szakszervezetisnek lenni, és hát azért ennek a színháznak évekig szakszervezeti vezetője voltál. Vagyok. Vagy? Tehát ez a nyugdíja nem ér véget? Nem, hát még amíg na, most nem akarok rossz májú lenni, mert ha itt lennének, akkor mondom, amíg ők meg nem mondják. Szóval, hogy mondjam, én nekem az egész, mert itt, ahol leírtam ezeket a dolgokat, hogy legyen egy kis elképzelésem, hogyha valami, de megakadnék, oda úgy írtam, nem azt írtam, hogy teende, hanem kirúgtak. Na most ez az én helyzetemben, hát ezt mindenki bírálja a hallgatóságból is, ahogy gondolja, hogy az ember 50 évet ledolgozik itt, úgy érzem, hogy épp vagyok és egészséges, és volt egy szakmabéli, aki tervező, és bejött, és ott többször tervezett nálunk, és aki azt mondta, hogy az Attila többet dolgozik, és aktívabban, mint a fiatalok. De most ugye a díszletfestés az egy eléggé összetett munka, tehát itt nem csak művészkedni kell, hanem fizikailag is kell dolgozni. Tehát akár az előkészítésben is sose voltunk olyan jó helyzetben, mint ahogy én láttam az operaházban, hogy a főfestő, meg azok, akik a művészi dolgokat csinálják, azok fehér köppenybe. Mikor én idejöttem, nálunk is az volt a divat, hogy fehér köppeny. Csak aztán nagyon kiderült, két hét múlva az már nem volt fehér, ugye, mert mindent kellett benne csinálni, azt állandóan átöltözni, visszaöltözni. Az utóbbi időben úgy is kértem a munkaruhát, hogy kérek egy overallt is. Tehát, és már nem fehér köppent, hanem jó lesz a barna is. Mert mindent meg kell csinálni. Egy, hogy mindig kevesen vagyunk, mindig több lett a munka. A szép, tehát a látványfestészetből átment a szakma az építészetbe. Tehát most már mindent megépítünk, ugye, és akkor fölépül a díszlet, mindig több lett a faragás, nikecelből, oszlopfejek, szobrok. Már innentől azt szobrászkodtam is, amit a, nem tudom, hogy itt van-e a közelbe, ide lehet-e hozni, itt van a Pergüntnek a makettje. Ati, hozd már ide, megismered, itt van valahol a Pergünt. Nem vagyok benne teljesen. Második alkalom. Hogy ugye vagy, mint az angliai Erzsébetben egy barokk Krisztust kellett faragni, egy korpuszt, ugye a keresztel, mondjuk a maga a kereszt az egy gerenda volt, úgyhogy mondjuk ezt Csiszár rendezte, és ahhoz én akkor még aktívan fotóztam, és legalább 150 fotót csináltam mindenem, végigjártam a várost is. Ha utaztam valahol, akkor barokk Krisztusokat. Na ez a makettje. Tedd ide, Attila, légy szíves. Ide.
ez a Sphinx, amit ez idáig 7,5 méter magas. Ide a színész itt járkált fönt, leugrott, és ez így, ahogy itt van, ilyen, ez egy ilyen nagy nikecel tömbökből volt, ilyen keresztvágó fűrésszel indult, de ugye mondjuk ezt a fejet, ezt rendesen ki kellett faragni először, és utána elroncsolni. És amikor mondjuk Csiszárnak sokat köszönhetek olyan értelemben, hogy rengeteg olyan munkát hozott, amivel az ember affinitása és produktivitása kijöhetett, mert mondjuk ha nem, mert például a körmagyarban faragtam egy Leni, egy ember nagyság, aztán másfélszeres Lenint, amit nagyon sajnáltam, mert aztán ugye később én azt el akartam tenni, hogy maradjon meg, hát nem ilyen. És hát ugye a díszítők meg ahányszor bejöttek a műhelybe, mert darabig küldöstem, de a Krisztust is ugyanis szétverték. Tönkre mentek, és mondjuk ezért neheztelek is a színháznak erre a fajta, hát amilyen háttereket festettem már meg, mit tudom én, és semmi nincs meg. Ez így nem őrizték meg. Igen, de még mindig a szakszervezetet szeretném. Legalább csak egy kérdés, hogy itt nem csak a díszítők érdekképviseletéről van szó, hanem hanem a színészek, meg a zenészek, meg a, még mindenki, aki hogy elviszed? Hogy 96, mindig benne voltam a szakszervezetben valamilyen funkció. Mondjuk ez egy ilyen rosszul kódolt, hogy mondjam, genetikai adottság az apám részéről, mert is börtönbe került végén. Remélem, én ezért nem fogom. Már nem. És 96-tól vagyok úgy olyan értelemben vezető, hogy először elnök voltam, aztán a Quintus Konrád volt a titkár, azt jutottsa így, azt mondta neki, hogy te szerepet akarsz, vagy szakszervezeti, és akkor ő lemondott, és akkor nem volt ilyen beúró senki, és tehát akkor szakszervezeti titkár lettem, de nagyon abban az időben azt mondom, hogy nagyon jó szakszervezeti bizottságunk is volt, ott van Marika, a főpénztáros, úgyhogy, és tehát egy bizonyos fokig öröm volt dolgozni, csak ugye jutott az utolsó éveibe, az utolsó 5 évébe, tehát olyan fajta szabálytalanságok voltak, amit nem én nekem nem lehetett elnézni, hanem mondjuk úgy, hogy így városi szinten is voltak problémák. És akkor ez ugye egyik konfliktus a másik után, de akkor még voltak jó segítőim is, mert akkor olyan, hogy mondjam, közalkalmazotti tanács volt, akinek Borkuti Marika volt a vezető, és mi együtt dolgoztunk, tehát együtt tartottuk a szakszervezeti gyűlést, meg a ezért, és hát kivont karddal, mikor Jutacsával tárgyaltunk, akkor ott késhegyig menő viták voltak, úgyhogy végén már a polgármester is bejött, és ő is aláírta azt az egyességet, amit... Igen? Nem konkrét esetekre gondolok én, hanem arra a reménytelenségre, hogy lehet érdeket képviselni. Nem volt reménytelen. Nem volt reménytelen. De bizonyos munkakörökben biztos meg lehet szabályokat, de ahol tehetségről van szó. Na most ez tény és való, hogy most, mert aztán közben 2000-ben beválasztottak, illetve 99-ben, nem is 2000-ben, csak aztán utána most a 2005-ben választottak, 21 évet. 1999-ben beválasztottak a alelnöknek, tehát a Színházi Dolgozók Szakszervezetének alelnöke lettem, és 2005-ben újra megválasztottak. És tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy az is segítette, hogy én benne vagyok az elnökségben, és még alelnök, tehát egy olyan fajta presztízsem van, és mondjuk fönt is szeretnek, hogy mindent el tudok intézni. Tehát ez a jóléti dolgokra értsd, én egy igazgatóval való párharcba azt én nem tudom elintézni, csak esetleg az, hogyha van egy szimpátia, mint volt a Kobolt Tamással, én mondjuk Kobolthoz többször be lehetett jutni, és egy telefonba került csak, és már megkapta az ember az időpontot. És ez előbb-utóbb kiharcoltuk azt, hogy Marikával azért lajztoltunk elég sokat ahhoz, hogy felfigyeljenek a sajtót, meg tudtuk szervezni. Épp ma került a kezembe egy papír, amikor itt volt az országos elnökségi ülés. Tehát itt volt Miskolcon, és akkor Jutacsát is meghívtuk, és akkor Jutacsa bejött, köszöntött a társakat, és elment. És ott volt a művelődési osztályvezető, ott volt az egyik alpolgármester,
ott volt a teljes sajtó, ott volt a tévé, ott volt minden. Hát mindenki meglepte, hogy most és akkor Jutocsa nem marad itt. Szegény Jutocsa. De a szakszervezet meddig mehet el egy színházba? Tehát, hogy gondolom én, hogy az életkörülmények, a munkakörülmények, igen, most, de a színpadra, most, ja, tehát beleszólhatsz-e abba, hogy mi történik a színpadon? Nem is akarok. Nem is én, tehát a színház művészi munkáját nem akarom. Tehát lehetne olyan, mint amit már Halasinál történt, ez a bizonyos sztrájk dolog, ami nekem a, hogy mondjam, nekem a végem lett, hogy így mondjam. De a dolognak... Lehet ilyen? Mert a vasutasok sztrájkolhatnak, tüntethetnek, hát színészek ilyet... Én naiv lélek, azt hittem naiv lélek, ugye, hogy ennyi hosszú szakszervezeti múlttal is, hogy tehát jó indulatúan kezelek egy dolgot, akkor jó indulat jön felém is. Plusz az, hogy mindenki végül is rólam azt gondolta, hogy én azért csinálhatom, meg azért nekem kell ezt elvállalni, mert én szakmailag is jól vagyok, nekem szakmailag nem tudnak belém kötni, tehát én kiállhatok az emberek mellé, engem nem rúghatnak ki, és ha én valakit meg tudok védeni a szakmaiságommal, akkor az egy védett pozíció, de hát ez nem így van. Ez most bebizonyosodott, hogy nem így van. Tehát el kell jutni odáig, hogy ezt mindenki kulturáltan vegye fel, és vegye tudomásul, hogy én egyszerre vagyok egy színházi szakember, és én ezt mindig ezt mondtam Halasinak is. Én elsősorban színházi szakember vagyok. Másodszorban vagyok szakszervezet. És azt vegyék tudom, hogy én ezt társadalmi munkába csinálom, ezért engem nem fizetnek. Engem ebből nem lehet korrumpálni sem. Tehát, hogyha valami ügyet el akarok intézni, azt én megpróbálom a végsőkig elintézni. Ezt csináltam jó sokáig Jutocsával szembe, és el lehetett intézni. Ugye, mint mikor Jutocsa egyszer azt mondta nekem, hogy a folyosón összefutottunk, és a cigány szerelemnek a díszlete összefutott rossz munkaszervezésért, ki kellett adni díszletelemeket, Debrecenbe vittek el, meg itt tudom én is. Jutocsa jött egyszer velem szemben, nem is a folyosón, a bejáratnál jött, a beszerző hozta a festékeket, és én is ott cigoltam be a festéket, és kijött Jutocsa, és azt mondta, hogy miért nincs kész a darab? Mondom, Jutocsa, nincs még premier. Azt mondja, ha nem lesz kész, kirúglak. És akkor ennek ugye kezemben volt egy doboz festék, fogtam, hogy oda vágtam elé. Mondom, nehogy te legyél előbb kirúgva. És akkor jó, én megbántam ezt a dolgot, ez nem volt egy szép dolog. És mégis ő ment el. Na, de ez engem nem, ez nekem nem volt egy sikerélmény, hogy ő ment el és én maradtam. De amit kérdeztél, most majd össze-vissza körbejárok körülötte, a színház érdeke az első. Tehát az, hogy fölmenjen a függöny, de azt se lehet, én mindig ezt mondtam, húsvér emberek dolgoznak a színházba, és azoknak is van családjuk, azok is hazamennek, nem adnak a vejlékben neki semmit, ha nincs pénze, és azt mondja, hogy ő a színháznál dolgozik. De itt az utóbbi időben előfordult az, ugye, hogy ilyen vakvágányon ugye eljutottak oda, hogy van egy munkaidőkeret. És az a munkaidőkeretet úgy állították be 4 hónapra, ami nem lehet, mert csak olyan helyeken, amelyik munkahely idény jellegű. A színház nem idény jellegű munkahely, és ezt kijátszották mindig a kollektív szerződésben, és előfordult egy olyan eset, most már Halas idejében, hogy karácsony előtt a dolgozók ugye nézték, hogy mennyit kapnak. 16 órákat dolgoztak, jegyezték maguknak a kis túlórát, karácsonyra több pénzük lesz. És amikor megkapták a papírt, semmi. És akkor jöttek hozzám, hogy Attila bácsi, ez van, meg az van. Mondom, gyerekek, jó, majd utána nézek. És akkor mondom, voltatok a műszaki vezetőnél? Mondom, tartsuk a hivatalos sorrendet. Azt mondja, voltunk Pista bácsinál, de ő elhajtott minket. Azt mondta, hogy menjenek, jöjjenek hozzám. Akkor fölmentem Terikéhez, és kérdeztem tőle Terikéhez, hogy hát aztán nagyon jól tudod, hogy munkakeret 4 hónap, ezt ezért februárban fogják megkapni. De mondom, Terike, hát emberség valahol, hát ez egy karácsony van. Hát miért? Akkor adjatok nekik előre. Nincs itthon az igazgató, én erre nem adhatok ígéretet. Mondom, és mikor jön az igazgató, Kécset van, majd ha visszajött, meg mit mondom, akkor már itt volt a Pál Tibor, akkor megkerestem a Pildót, mondom neki, figyelj le, Pildur, próbáljuk ezt elintézni közösen, menj fel Pál Tiborhoz, és mondd meg neki,
hogy ő most, ha helyettese, mert ugye a nem volt ilyen, hogy szervezeti munkai szabályzat se, amit később csináltak, hogy ha helyettesítik, akkor azt mondjuk, hogy menj te fel hozzá. És akkor fölmentem a Pál Tiborhoz, nagyon kedves volt, kávéval is kínált, és a vége az volt, hogy várjunk meg az igazgatóra, de mondom, figyelj ide, ezek beígértek egy sztrájkot. 72 órájuk megvan, bejelentik, pontosan abban az időben fognak sztrájkolni, szombat, vasárnap, ami a legkellemetlenebb. Mondom, ne értsd félre, de én mellettük is kiállok, de próbáljuk ezt elintézni, hogy ne legyen belőle valami. Na mindegy, ezt úgy megkavarták a végén, hogy én voltam a bűnbak. Hiába a srácok megmondták, hogy nem én, mert aztán ugye azt állították be, hogy én biztattam őket fel. Sztrájk nem lett, de én nekem az ázsiom így ment. Ugye itt egy... És a fizetés se kapták meg? De azt nem kapták meg, de azt elértük, hogy a felét megkapták. Mm. Tehát a felét megkapták. De ezt a 4 hónapos munkaidő keretet, amikor a tárgyalások folytak és láttam, hogy nem megy a dolog, akkor én lementem az irodámba, írtam gyorsan egy pár sort, és én a szakszervezet részére azonnali hatállyal fölmondtam. Most ezt oda letettem a Halasi elé, tehát ebből akkora cirkusz lett, hogy én hogy jövök elhez, úgy, hogy beszéltünk róla, tárgyaltunk róla, tessék, az megtörtént, itt van, én nem értek ezzel egyet, hogy 4 hónapos, mert mondom, ezt megint átvertetek. Ugye az ember szóról szóra mindig nem olvassa, hát betettek egy ilyen mellékletet, amit velem aláírattak, és én nem vettem észre, hogy a munkaidőkeret megnyúlt megint 4 hónapra. És ami a munkatörvénykönyvben, meg a KSZ-ben is benne van, hogy tulajdonképpen 2 hónapnál nem lehet. Tehát kell a szakszervezet. Viszont most nyugdíjasként végre nem kell díszletet festeni, és akkor festhetsz akvarelt. Majd. Nagyon rossz az átmenet. Jó, de rossz. Nagyon rossz. Nagyon rossz, mert ezt is még el akarom mondani, és el akartam mondani, hogy tulajdonképpen volt egy... 76-ban volt az első önálló kiállításom. És amikor ez a kiállításom... Ezek festmények, igen, meg rajzok voltak, de főként akvarelok, és akkor nyílt Alsó Zsolcán, híres hely. Ugye meg valaki azt mondja, hogy első kiállítás Alsó Zsolcán. Alsó Zsolcán nyílt 76-ban egy ilyen kultúrotthon, pártház, tehát közös üzé. És erre kaptam felkérést a járás, akkor még volt járási hivatal, és ott hát volt valaki, aki engem ismert, és láttam már az akvareljeimet, és akkor ott ezt a kiállítást, még Top Miklós volt az osztályban, még ő is kijött a kiállításra, és ennek az egésznek a megrendezése, az egésznek a bonyolítása. A Feledi Gyuszi nincs, akivel mikor ide kerültem Miskolcra, összebarátkoztam, ugye ő zsűri tag volt, ugye, mert akkor nem lehetett úgy kiállítást rendezni, most itt bárhol bemész, valakinek kiállítása van, igen. És akkor be van ugye az újságban X festőművésznek, és valamelyik nap is találkoztam egy valakivel, aki így szörnyűködött, hogy megint látott egy kiállítást, és azt mondja, ki a festőművész, mondom, az, aki annak vallja magát. Hát na, akkor zsűrizni kellett, és a zsűribe ugye Feledi Gyuszi, meg mint a Mazsarov, meg és nagyon sokan voltak, és Seres, igen. És akkor nem lehetett csak úgy kiállítani, tehát hogyha nem volt lezsűrizve a képet. Úgyhogy és akkor Feledi Gyuszi jött, akkor is voltak ilyen akadályok, hivatalos dolgok, már ki volt nyomtatva a meghívó, meg minden is majdnem kudarcba. Utána itt azt valaki látta kiállítva, akkor meghívtak az egyetemre, akkor az egyetemi aulába is volt. És mondjuk azokat a eltett ilyen, hogy mondjam, naplókat, ja. Amikbe beleírnak, az nagyon-nagyon élménydús. De hadd beszéljek még arról, hogy én a színházon kívüli munkák között ugye volt a restaurálás, ugye templomokat jártam nyaranta, és itt van Erzsike, hogy most megláttam, őről jutott újra eszembe, hogy a nyári játékoknak mi nagy munkásai voltunk, úgyhogy másnak megfesteni, de én tulajdonképpen 3 darabot terveztem is oda, a Mágnás Miskát, amiben... Tehát ez a tapolca? Nem, ez nem. Bár. Az a Diós Győri. A Diós Győri. Ez még ráadásul 83, azt hiszem 83, igen. Emlékszem. Igen, igen. Aztán terveztem a Vígözvegyet, meg a Tokai Aszot, abban Pécsi Ildikó
Csákány. Igen. Tokai Aszut. Aztán a Bábszínháznak is sokáig dolgoztam, úgyhogy amikor még nem volt ilyen, mint ahogy Erzsike megcsinálta, most oda csak csodálkozni megyek át, hogy milyen lett a Bábszínház, úgyhogy nagyon jó felszereltségűek is, nagyon alkotó módon dolgoznak. Most én megyek oda dolgoztatni, mert most múltkor volt egy megbízásom a tokai születi felvonulásra, nem tudom, hogy találtak meg, hogy kellene egy róka jelmez. És hát azt megrajzoltam, és akkor gondolkoztam, hogy bevigyem a színházba, engem ott ilyen szempontból, nem a kollégák, mert az senkivel nincs, de... És az ottani műhelyben. Igen, az ottani hát műhelyben. Úgy éreztem, hogy nem, és akkor eszembe jutott, hogy a Bábszínház, és akkor Erzsikével beszéltem, hogy megengedi-e, hogy ott a kollégákat utaljam, ismerem is őket. És hogyha még láttatok valamit nagyon aranyosan megcsinálva, ugye ott volt ez a rókatól egy talicskát, ami tele van szőlővel, és akkor a szőlőbe be van dugva egy rúd, rá van írva, hogy mégse savanyú a szőlő, és akkor erre egy hollót ültettünk. És ezt úgy megrajzoltam rá, és mondtam a lányoknak, hogy először én azt mondtam, hogy ilyen színházi módon, hogy csak egy felzetszet, és akkor megfesteni, és akkor ők megcsinálták a hollót. Amikor odaadtuk, aki közvetítette az Eftót, nem az Eftót, az Átót Jóskáék, ők közvetítették le ezt a munkát, és mikor bevitték csak a hollót, mert magát a jelmezt nem tudtuk pontosan arra az időre megcsinálni, de a színházból kivettünk egy jelmezt, ami hasonló volt, mint egy róka, és kivitték, és elvitték ezt a táblát a talicskával, akkor fölhívtak, éppen a nejemben ültünk a kocsiba, mentünk a piacra, és először a telefonban nem hagytam, mert jaj, nézd, mondom, halló, és akkor a két hölgy, aki dolgozik, jelvíték, jaj Attila, ez valami szép, ez valami nagyon aranyos. Hát ez egy milyen, de olyan kis pufi ízét csináltak, ilyen hollót, kis frizurával, mert nagyon szép. De hát igen, mert mindjárt itt van advent, hogyha mi sokáig üldögélünk. Na, még aztán... Na, és akkor ott van a Betlehem, mert ott van a Betlehem is, ugye? Tehát itt nagyon, nagyon sok történet van itt meg. Tehát nagyon sok, hát igen, minden miskolci oda viszi a gyereket, ott fél, meséli tudod, el. Attól féltem, hogy leülünk, és nem tudom, azért csináltam ennyi egyszeretet, de darabokról nincs is értelme beszélni, mert annyira szeretem. Annyi rengeteg volt. De nem csak az, hogy annyira szelektív az embernek az emlékezete, hogy végignéztem a két sárga könyvet, a darabok címeim, és ezért is némelyikről fogalmam nincs, hogy mi volt. Tehát, de és akkor van, amelyiknek annyira elevenen jön elő, hogy az első pillanattal a díszleten, vagy ha faragtunk valamit, vagy a kínlódások, például a hajnali csillagok az égbolton, emlékszel? Csillagok a hajnali égbolton. Az a szovjet darab, Csiszárral, az emlékezet. Szegény Weyer Tamás, hogy mit kínlódott, kérdezett, csináltak egy makettet kellett csinálni, ami így belógott a díszlet felé. Máskülönben a díszlet meg azért volt nekem nagyon szép emlék, mert egy orosz templom belsőt kellett festeni, ami le van rohadva. Hát egy fa templomon a felfestett, hogy mondjam, ikonok. Kezdődött azzal, hogy amikor a műszak be akarta emelni, hogy ez fölmenjen, nem tudta fölemelni. Ott volt? Kerékgyártó Laci volt vagy. Akkor így mindig a színpadra. És akkor kezdődött azzal, hogy valamelyik okos kitalálta. Szegény Varga Gyuri, nyugodjon békébe, én nagyon szerettem a Gyurit. Nagyon jó szakember volt. 8 évig jártam hozzá lefesteni. Úgyhogy 10 nap alatt megfestettem egy nagyobb teretet. Mondjuk majdnem egy fél évi fizetésemért, de ezek rendszeres dolgok voltak. Az volt a legdrágább rész benne. Akkor ezt kikaparták belőle, akkor se tudták felemelni. És senki nem jött rá, hogy a vasváza nehéz. A vasváza nehéz, és így felállítani valamit. A zsinorpadon meg be volt kalibrálva, hogy mennyit tud emelni a zsinor, de nem lehetett. És akkor a végén, ugye mi volt? Mentünk pont ebédelni, és akkor ugye már megvoltunk, hogy ebből már nem lesz semmi, ezt ki fogják belőle hagyni. És elmentünk ebédelni, jövök vissza, és a festőteremben az asztalosok le van téve, léckeret dolgoznak. Mondom, mit csinál? Azt mondja, este 10-re meg kell nektek csinálni a dombot.
Mondom, miből vagy hogy? Ezt csak nyílik az ajtó, bejön Csiszár, Attila, gyere ide, légy szíves. Azt mondja, figyelj, de ezt miből lehetne megcsinálni? Hát mondom, figyelj, de maximum szivacsból, hogy lekönnyítsük. Jó, van szivacs? Van, én nem tudom. Bejött a Varga Gyuri, azt mondja, hogy hát ott volt a perdünkbe, ott egyszer volt egy színos sivatag, a szivacsot volt legyerítve. Elkezdték hordani át a díszítők a szivacsot. Na most ez ugye technikai dolog, van az úgynevezett latex, ez egy ilyen nyers gumi, ezt hordószámra lehet kapni. Tönkretettünk vele vagy 3 szórópisztolyt, akkor be a szórópisztolyba leszórja ezt a szivacsot latexel, akkor lehet formázni. Egy idő után, amikor a gumi már ragad, akkor elkezdi ráfeküdtünk, mint csináltuk. Utána ezt lekasírozni egy anyaggal, és ezt délután 2-kor kezdtük csinálni. Még jó, hogy nem megy a szakszervezeti titkát. Így van, akkor még nem voltam és, na jó, hát én azt mondom, hogy ilyen munkát meg kell csinálni. Szóval ez nem szakszervezeti feladat. Erre én is azt mondom, hogy ez színes. Hajnal 4-kor rajta voltak a makettek, fölállt azért. Tehát egy új helyzetbe fölállt a dolog. Másnap reggel bementem dolgozni, és hát mit tudom én, 4 óra fele mentünk haza, és már 8 órakor benn voltunk, és szegény Varga Gyurival akkor nagyon összevesztünk, ül a padon, kint akkor még új volt a próbatáv, és ott egy pad bele szembe, azt imád be, és megyek be, és ugye még annyi volt, hogy még fújni kellett rá azért erre a felületre. És bemegyek a színpadra, már úgy látszok, bevitték a szóró, akkor még ilyen izével mentünk kompresszorra, és nem érem el azért a díszlet, ugye ilyen magasan volt a felső része, a díszletnek egyik része, annak az épített díszletnek, de nem értem el azért, nem tudtam ráfújni, kimentem és mondtam a Gyurinak, mondom, Gyuri, engedjétek már egy kicsit lejjebb azért, mert nem érem el. Mit képzelsz? A műszak egész éjjel dolgozott. Hát mondom, én hol a francba voltam? Nincs egyetlen egy műszaki bent. Fújd meg úgy. Mondom, mi repüljek, vagy mit csináljam? Hát úgy összevesztünk, hogy aztán a wire így húzott ki, hogy nehogy itt összeverek egyetek. Szóval akkor már idegileg úgy ki volt az ember, hogy ugye hát az, hogy egy fél méterrel, a trégerrel kicsit meg kellett volna engedni, hogy elérjen. Na és akkor végén nagy tisztelt, na igen, lényegesen hát ezek már szakmai kérdések, igen, szigorú szakmai kérdések. Attila, úgy ér, tudom én, hogy még nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Azt mondd még meg nekem, hogy mit dolgozol most. Most? Mit csinálsz most? Ha valakinek megtalál, most jelen pillanatban megtaláltak a Mikulás vonattal. Most ott egy kis díszletet kell csinálni. De ez megint egy újabb probléma, hogy amikor összekerülsz olyan emberekhez, ami abszolút nem értenek semmihez. És olyan okosak, érted? És akkor nem értenek a szakmához se, és akkor te azt hiszed, hogy azért bíztak meg, mert te ebben jó vagy, tudod? És akkor megpróbálsz mindent, mert van egy tervezője és egy építészmérnök, akivel te megbeszéled, és látod, hogy az azért keresett meg téged, mert rád akarja bízni. Mit fogsz építeni? Egy ilyen kis vár lesz a gyerekeknek ott a parkban. Tehát Lilafüreden. Lilafüreden, és az Óz, a csodák csodája jelenik ott meg. Sárga úton. Igen. Hát aztán, hogy ez hogy fog elsülni, mert én mondtam, hogy... Mert ugye hát ilyenek embereknek a hülyesége, nem tudok mást mondani, hogy kihívtak Lilafüredre. Állandóan telefonálgatunk, ugye meg mit tudom én. És kihívtak Lilafüredre egy ilyen bejárásra, és akkor én is bemutatkoznak, tudod, mikor már az utolsónál vagyok, nem tudod ki az első. És akkor úgy elindultunk, és akkor ott volt egy-két ember, aki agilisan tudta, hogy ő mit akar, és úgy mesélte, hogy ez itt lesz, ez ott lesz, és eljutottunk, hogy a várnak, mondom, hogy most már én is figyelek. És akkor a várnál elkezdik, és a kezembe a rajzok, amit nem én terveztem, hanem más tervezett, és mondja, hogy ennyi méter, annyi méter, mondom, hogy nem annyi. Tehát ez nem lehet itt, mert beesnek a színvába, nem tettek róla. Mondom, akkor majd valahol le kell ülni és megbeszélni, mert itt bemennek a gyerekek, akkor ha több kapu van, akkor ott ki is rohannak,
és nem jó az, hogyha itt csak úgy berontanak, hanem ne tudjanak bemenni. Mondom, hát ezt mindent meg lehet csinálni, természetes, hogy keressenek, valahol bújjanak be, és belülönnissák ki az ajtót, rendben van. Na, aztán bementünk, ott van egy ilyen kis kocsma, és akkor ott leültünk, és akkor szembesültünk ott egymásra mindenkit. És az, aki a főnök volt, akivel tulajdonképpen is kapcsolatba kerültem, az nem szól egy szót, és akkor mindenki úgy néz engem, mint az egyet. És egyszer megszólal egy ilyen szőke, hogy középkori nő, hogy Attila maga, azt mondja, hogy Attila maga hogy került ide? Mondtam, az autómmal jöttem az előtt. Azt mondja, hát így közép. Hát, mondom, Géza, magyarázd de hogy mondd el. Azt mondja, hogy... Mert azt tudja, hogy itt mindenki ingyen dolgozik. Mondom, ezt nem mondták nekem, de én nem is alkudoztam pénzt. Mondom, ha kell, akkor én is ingyen dolgozom, de akkor legyen értelme is. Akkor üt mellettem egy úriember, és akkor azt mondja, mert mi mindent meg tudunk egyébként csinálni. Okay, na most lesz vár, vagy nem lesz vár? Lesz. Jó, elmegyünk megnézni. Lesz vár. De hogy mennyit fogok benne dolgozni, effektíve azt nem tudom, de én tudom magamról, hogy olyan vagyok, hogyha nem, mert ott egy úriember azt mondta, hogy neki van festője, van asztalosa, van lakatosa. Mondom, milyen festő? Azt mondja, szobafestő. Mondom, ez nem az. De én bízom abba, hogy az ész azért fölül kerekedik, és akkor meg is festem, de én egyelőre úgy látom, hogy én nekem az a feladatom ebben az egészben, hogy ezt a dolgot koordináljam, mert másképp nem fog menni. Az illető hölgy, aki tervezte, az két ekkora, egyik is ilyen másik, meg másik a hasában van, úgyhogy ő nem igazán fog tudni a közelébe jönni ennek a munkakezben. Hát én nagyon köszönöm a türelmeteket. Megyünk akkor várni. Mert tényleg még rengeteget lehetne beszélni. De persze, még azt hiszem, hogy fogunk is. És köszönöm, mert egy kicsit féltem ettől a beszélgetéstől, már rengeteget nyilatkoztam meg a rádióban, meg mindig ott meg lehet vágni, ezt nem lehet megvágni. Nagyon szépen hát köszönöm. Mi köszönjük, és akkor mielőtt megnéznénk a várat, két hét múlva mindenkit nagy szeretettel várunk, akkor kerékgyártó László, a Miskolci Színház fogalmazott gazdasági igazgatója lesz a vendégünk, aki a remények szerint a színház sosem hallott titkairól, mert bent én nem tudom, a pártnak.